Hallo fiatalság. Hallo. Egy már van. Én öreg vagyok. Kettő van. Há, hol a harmadik? Az én vagyok, és ki a negyedik? Most miről van szó? <laughs> Direkt csinálja a fesztivált! Direkt csinálja a fesztivált! Őristen egy blackie! Egy darab lézer, léz, én kérek el, ez is fénykard, öngyújtós csákó. Mi a helyzet? Hát ez attól függ, kit kérdezel. <laughs> Hát téged, hát te vagy a... Tudod, mindig messziről haladunk. Te vagy messziről. ott a nagy vizen túl. Jó, hát mi a helyzet? Minden igazából a, a, a régi. Minden csodálatos, minden szép. 2000 fok van, mindjárt meg kell sülni, ami roppant ritka erre felé. Azt akartam kérdezni, mi az nálatok az a 2000 fok? Lehet, hogy van 20 is? Uh, e, asszus, majdnem. <laughs> 23-24 fok. Oh! szobában. Kapják fel egy pulóvert. Így van. Odakint lehet, vagy 22. Most ez azt jelenti, hogy mindenki tanga papucsba mászkál. Én meg már akklimatizálottam ezekhez a 15-16 fokokhoz, és eleve melegen van már ilyenkor szóval. Nekik ez a nyár. Magyarországon ezek meghalnának. I igen, az, az nekem mindig fura volt, mikor, mikor láttam a balcsi parton a németeket meg ezek szerint az angolokat. Uh, farmerban, meg pulóverben uh, valamikor tavasszal, és csatartak be a vízbe keménye, mert hát nekik az már otthon már, már vastagon fürdő strand szezon. Itt, itt a, az időjárás igazából nem szól az öltözködésükbe. Volt egy párocska, aki rendszeresen visszajár. Általában a fickó jön, merő vépel a csaj, nem? De amikor együtt vannak, akkor az roppant vicces egy ilyen meleg nyári napon, hogy spagettipántos, főső, vékony feszülős nadrág a csajon, a gyerekkel meg kabát kötött sapka. Jaj, nem, nem értezte a divathoz, jaj, bleki a divat. A divat? A... Az. Tökéletes. <laughs> Azt akartam mondani, hogy mi ilyen, ilyen pseudo öm, gyerekbarátok vagyunk, tehát nyugodtan lehet, úgy is bekattintom, hogy 18 alattiak is hallgathatják, aztán jól nem. <laughs> gyerekbarátok vagyunk, mint a málnás nikotinos cukorka. <laughs> Így van, a Boris lány oh. másodperc alatt ki is <laughs> ja, Istenem, de rég volt. Na mi van többiek? Mit fújtattok itt? Most nem én, én kezdem, akivel mi történt. Vagy mivel ki történt. Nem, mert Blacky kezdte. És már be is fejezte? Alapvetően, hát most mit mondjak? Hogy ma bejött, megint egy Csávó Griffinnel a kezében, a, amit kétszer már megtekertem neki, hogy lássa, hogy kell. Elvitt egy csomag előre tekert, előre vattázott tekercset hozzá, hogy neki azt már csak be kell tenni. Erre ma megint visszajött, hogy megcsinálnám-e neki. <laughs> ez, ez, erre, erre inkább ne is emlékezzek vissza, ha, ha megkérhetem, mert, mert csak a vérnyomásomat cseszem föl. Rajtam van a migrén, amúgy is nincs rá szükségem. Kedves hallgatóink. Hát, neki. Kedves hallgatóink, ez a pult alatti sztorik élő különkiadása. Na de most már tényleg fifika jön. Fú, 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 fú. Mindig, ilyenkor mindig elfelejtem. Tehát egész héten őrizgettem, dédelgettem magam. És mindig megfogadod, hogy következő És... héten írni fogod. És mindig megfogadom, hogy a jövő héten írni fogom, de nem írtam. Úgyhogy, hú, furcsa emberek keresnek meg. Nem tudom, mi van, valószínű valami pesgés, vagy nem is tudom pánik hangulat, de erről majd beszélünk. Ennek ellenére, hétvégén sikerült kutya ház elé kerítést kreálni a, a Max nevű uh, mi, mi ez, boxer. Charlie? Vérebb. <laughs> a boxer? Vérebb. A vérebb. Igen. igen. A Max nevű vérebbnek sikerült egy kis kerítést kreálni. Természetesen minden éjszaka kijött. Tehát ez egy ilyen menekülő művész ez a kutya. Uh, rettentően igényli a a törődést, meg ki is harcolja magának, úgyhogy ezzel nincsen baj. Macskákat most próbálgatja, mondta neki, hogy nem kéne még fölhúzni őket, mert ebből problémája lesz. Még azért nem akkora, aztán az idősebb macska az lerendezte három másodperc alatt, úgyhogy most kitört a béke a konyhában a macskák, kutya, a macskák és a kutya között. Nyilván, ha nagyobb lesz a kutya, akkor majd ezt még visszakapja a macska, vagy nem, nem tudom, mennyire jegyzik meg ezeket a, a sztorikat. És ami még volt a héten, hú, pedig biztos, hogy annyira tudtam, hogy elfelejtem gyerekek, hogy mit akartam mondani, hogy nem igaz. Krisztián, te jössz majd úgy mint te szokta. Jaj, tudom már! Te jössz, Krisztián. Hát nekem... Viszonylag csöndes, de de tetteket hetem volt. Rengeteget, rengeteget leveleztem ugye a tudósokkal és szakértőkkel, gyűlnek a visszajelzések szép számmal, és hát egyrészt a tiszteletkörök, hogy azért kell egy kicsit kommunikálni velük, másrészt meg egészen érdekes beszélgetések szökkentek szárba velük, úgyhogy sokat levelezgettem velük. A másik, ami még történt velem a héten, hogy egy állásajánlat kapcsán elkezdtem interjúzgatni, és túl jutottam a, a második fordulón, úgyhogy már igazából a finisben vagyok nagyjából. Ezek történtek velem a, a héten. És a... itt be kell járnod dolgozni, Krisztián? Ez bejárós lenne, igen. Ú, Ó, de durván. Nagyon, nagyon. Hova felvételiztél, a nefihez? <laughs> Vagy az OFI-hez? <UFN? gül> nem, nem, nem a nefihez. Dohányzás de... fókusz pont a márcsadója lesz. <laughs> nem, semmi ilyesmi a szakmámban, de előre nem szeretnék inkább elárulni semmit, nehogy elzsinkszeljem. Értem, az RTL klubhoz. Nem. A rendszer gazdának, mert indul a való világ, nem tudom, éhány és. És olyan applikációkat kell tolni alá, ami nem omlik össze két másodperc után. Remek! Nem. És mikor fog kiderülni? Jövő héten már spoilerezhetünk? Ö, szerintem jövő héten még nem. Oh. Jövő héten még nem derül ki. Picsa. Elvileg jövő héten kapom a tesztfeladatokat, hogy ne csak beszélgessünk, hanem meg is izzasszanak te nem tudják, hogy nem tudsz izzadni, mert kioperáltuk a izzadság mirigyeidet. Ha, 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 ha. Szóval ennyire ilyen kis rövid zanza, ami velem történt a héten. És veled mi történt, Charlie? Charlie? Jaj, hagyjátok! <hállt> <hállt> Én... Várjál, várjál, mit? Hol hagytuk abban a múlt héten? Nekem is az a, a, az a vonal egy kicsit erősödik, ami Krisztiánnak, csak én nem a tudósokkal ö, kommunikálok, hanem Éronnal hanem megy a, majdnem azt mondtam, hogy a faszkardozás, de nem, Éronnak igen magas az észlelési küszöbb szintje, és igen sokszor kell neki írni, hogy valamire válaszoljon, de olyan, mint mikor Krisztián visszahív másfél nap múlva, hogy szevasz, Csárli, kerestél. Mit akartál? várjál, várjál, Krisztián, várjá, mit akartam? Mint egy 36 órával ezelőtt, nem tudom. És akkor fölteszek neki más kérdéseket. És aztán, amikor leteszik a telefont, akkor eszembe jut, hogy mit akartam. Na, ez is ilyesmi volt. Már attól izgú, vagy attól féltem, hogy, hogy, mert akkor kezdtünk el Éronnal levelezni, vagy írogatni, mikor még nem voltunk spanság level 999-be. Tehát nem voltunk ismerősök, és akkor lehet, hogy berakja valami other folderbe a játékosta történet, történet, történet. És utána én még írogattam, és valahogy nekem olyan volt, mintha egy basszus még nem is látna, nem is olvasná. Azt írok neki levélbe, írok itt, írok ott, írok itt, írok ott írok a csoportba, írok itt, írok és mikor megjelent, akkor, na, akkor egy mindent a nyakába zúdítottam, és aztán, aztán jött a meakulpa culpa, most visszakeresem, mert azt nem tudom, múltkor beszéltük az adásban, hogy a, a Magyar Doku Fesztiválról milyen válasz jött? Nem, akkor még nem volt válasz. Nem, és próbáljátok nekem megmagyarázni, hogy fiúk, vagy azt mondjátok, hogy Charlie bazd meg, már pedig ez azért nem, mert... Szóval azt mondták, hogy, hogy hát többen is többen megnézték, nem, többször többen, nem, többször többet magával megnézte az, akinek elküldtük a, a, a filmet, és azt mondta, hogy hát nagyon erőlködtek, de hogy az időpont késő, és ez amúgy sem szerintük nem dokumentum film inkább olyan, ismeretterjesztős valami vizéhozé. Igen, azt mondta ez a csaj, Ági? Igen, sósági. sósági, az igen. Azt, mondta, hogy ők igazából olyan dokufilmeket szeretnének ebbe betenni, ami olyan, mint a többi, tehát egy főhős kísér végig a történet. És, nem tudom, hogy ez, ez itt náluk miért volt probléma, mert, mert itt Éron végig narrál, mindenkit végig faggat, tehát hogy nem. De valami olyasmit is írt, hogy főhő, sztori, stb. És ha így olvastam, nekem teljesen az az érzésem volt, hogy amiről beszél, az nem a dokumentumfilm. Igen. Ez a valami a egész, egész a más. <laughs> <kíván ez. gül> hát szóval, szóval itt egy picit lelombozottam. Na, ezt el, is küldtem Éronnak, hogy uh, fakje, yeah, itt van a, a válasza Egnesnek, és uh, föltettem még egy csomó-csomó kérdést, és azt mondja, hogy Többek között ugye, amiről agyaltunk, és kicsit már belemegyek akkor a témákba is, hogy, hogy ugye arról beszéltünk, hogy jó lenne egy szájt, ahol elkezdhetünk crowdfundingolni, vagy bármi más csinálni, ami, ami itthon kell. És akkor arra mondja, hogy, hogy, hogy... hogy... várjatok? Ezt nem hiszem, mert permeteznek, vagy valami hang. Vagy jönnek a Messerschmittek. Az Black Hawk Down. Most nem akartam olyan pervezlen, és nyitva hagytam bukóra az ablakot. Nem kellett volna. Szóval azt mondja, hogy nincs ideje weboldalt készíteni, meg szerinte nem is lenne elég érdeklődés iránta, meg a mi időnket nem akarja rabolni, és hogy most a Facebookot használ, és mondtam neki, hogy de egy, mi megcsinálnánk a honlapot, kettő, mi ott értékesítenénk a honlapon, három, mi csináljuk, és ha mi mondjuk, akkor mi úgy érezzük, hogy nem raboljuk a, a saját időnket. Ö, ő mindenféleképpen azt szeretné, hogy, hogy ez céges keretek között menjen minden, tehát nem az, hogy ide hozza a filmet Pisti és a haverok, hanem, mit tudom is én, ö, nagyon félnek a, 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 Kalózkodás. a kalózkodástól és a kalózkiadásoktól, és nem alaptalanul egyébként, mert nem tudom, hogy igaze vagy sem, de a. a Mond már, milyen. Mi annak a neve? Ezek a. akik ott vagyunk egy külön csetbe. Mi a tököm az? Igen, a közösségi médiás A Közösségi brigád. médiás brigáddal. Valaki bedobott egy linket, hogy láttátok már, és akkor ott, ott van egy, Van már egy Billion Lives full videó oldal a Facebookon, és az átvisz természetesen valami kurva linkre, ahol előfizetés, és akkor állítólag meg tudod nézni a filmet. Hát az első három másodpercet lehet látni belőle, amikor tudjátok azon a zöld ablakon kiírja, hogy, hogy itt és itt nem vetíthetik, és ilyen-olyan besorolású a, a játék. Úgyhogy valamit már elkezdtek a majmok ezzel kapcsolatban. Most nem éronékra gondolok itt a majmokra. És, 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 mondja, hogy nagyon túl van terhelve mostanában, de, de foglalkozik a dologgal. És még nincs meg jelen pillanatban az angol felirat, de azt mondja, hogy hamarosan, reméli hamarosan meg lesz. És hogy minden segítséget köszön nagyon szépen, és ö, azon van, hogy ö, megtalálja az utat, hogy elhozza a mi kis rántott fasírt, vagy rántott hús formájú országunkba. Ö, azt mondja még, hogy azt mondja nekem, hogy uram, érted? Uram, hát ezt meg, megsütötte a nap szerintem, vagy valami. <gül> <gül> ki fognak találni valami alternatív szájtot, hogy hogy tudjuk ezt megoldani, amit mondtunk, és ö, ö, nem szeretne túl sok, nem szeretne túl sok dolgot, tehát, hogy ö, még egy ilyen szájt, meg egy olyan felület, még, tehát, hogy minél koncentráltabb legyen az egész, ö, majd meg őrülnek bele annyi a meló, de hogy baromira, ö, tehát ő ezt szereti, ezt a pörgést, ezt a nyomást, hiszen nyomás alatt nő a pálma is, <coughs> uh, és azt mondja, hogy. Ja, igen, mondtam neki, hogy, hogy én kérek elnézést, hogy zavartalak, és hogy természetesen kellemes estét. Semmi gond, semmi gond uh, uh, hibásnak érzi magát is, uh, hogy ő is magát a történetben, uh, hiszen látja, hogy, uh, hogy uh, mennyire nehéz a, a dolog, és mennyire megszakadunk uh, a az aktivitásunkkal, hogy, hogy el tudjuk hozni, de hát igen, ő is túl van terhelve. például most is ugye már New Yorkban van. Úgyhogy hát remélem egy picit-picit lecseng a dolog, és akkor, akkor akkor, elkezdjük tényleg tolni a szekeret ezerre, pláne, hogyha meg lenne már a, az angol felirat is. Mert például az északiak már szervezkednek, hogy ők valahogy összehangolják, hogy körülbelül egymás után legyen a, a vetítésük. A franciák már belátható időben vannak, tehát már az alagút végén látszik nekik, hogy szeptember 11. És mi is ott vagyunk a q erősen. És például azon gondolkoztam, hogy egy csomó nagy európai ország meg nincs. És nem tudok rájönni, hogy például Angliát. igen. Anglia sem, Portugália, mondjál még Ausztria, nem nagy, de, de hát ott is van, lesz szabályozás. Szlovákia, Csehország, és a többi, és a többi. De mi meg itt vagyunk, és aktívak vagyunk, tehát ö, Andersen meghalt mese nincs. Nem tudom, hogy a, azokban az országokban miért nincs, vagy azért nincs mondjuk Angliában, mert ők, ők, ők besodródtak a, a lokalizált, latlan, központi szájt alá. Nem tudom, nem tudok rájönni. Figyelj, igazából az angol helyzet annyira nem veszélyes, Ha belegondolsz abba, hogy egy terméket e, bejegyeztetni 150 font, eh, eh, illetve a változás bejelentés meg azt hiszem, hogy 60 vagy valami efféle, tehát el összeg ahhoz képest, amit otthon terveznek. Illetve, na. Uh, jó. Mi a kacsa? Oh, Semmi, erre még dobtak az én két lapát, de majd beszélünk róla. Jó, e, azt mondom, amit most én tudok. Tehát arról nem beszélve, hogy itt azért a TPD nem folytja teljesen a piacot, itt, itt, nagyon sokan belenyugodtak abba, hogy a 10 milli meg a 2 milli, illetve a 20 mg maximum megáll, mint olyan, mert nagyon sokan látják abban a megoldást, amit most például a kokáért az Aspire kihozott, ugye van ez a Nautilus X nevű szájból kis tankjuk, ami 2 ml-re jön, felültöltő, és mit tudom én, és egy ilyen extendert, egy ilyen toldót lehet hozzá venni. Külön egy üveg, meg egy levegőcső toldó, amit ha összetekersz, akkor messze neked ott van a 4,5 millis vagy 4 millis tankod. Tehát úgy gondolják a, az angol kereskedők, vagy legalábbis az ő zömük, hogy ezzel így megoldható lesz a probléma. Tehát ők így annyira nincsenek motiválva, nincs annyira szorongatva az a bizonyos csomag lent a nadrágban, mint, mint otthon Magyarországon. Hát így érthető. A csaják ugye azért nem ugrálnak, mert ők nagy ívben tojtak az egész TPD-re. Csehországban a mai napig nincsen uh, dohányzást tiltó törvény, <laughs> <laughs> úgyhogy <laughs> ők elég lezserül kezelik ezt a kérdést. Ön, önmag, Magában a dohányzás tiltás nincs meg. Nincsen. A nincsen. Ha, jó, mondjuk a németeknél is utcai óriás plakátok vannak. tehát... <laughs> pedig hát az az unió motorja Németország. Úgyhogy így, de mi próbálkozunk. Hát így, ahogy Csárli mondta meg, ahogy nézegettem én is, hogy igazából az elmúlt héten a, a, a melegen tartjuk a, a történetet. Nyomulás ment, hogy evidenciában legyen, hogy itt vagyunk, és ne, ne, ne tessék minket elfelejteni, de én azért gondolkoztam rajta, hogy tényleg valami elképesztő brutális pörgés lehet ott Aaronéknál, és hát, hát ők is csak emberek. Pláne úgy, hogy Milwaukee-ban volt most lövöldözés, azt nem tudom, olvastad de... Csak fél szemmel láttam. Ja, úgyhogy pont amikor mentek haza egyébként Oaklandből, akkor volt ez. Úgyhogy... Na mindegy, a hazai premier tennivalók ötleteket, ezt még nem fogom most kiszürkíteni, ez csak egy ilyen mi történt veled idáig történet volt, ami nagyon összefonódott ezzel, aztán volt egy, még ha így utalhatok egy picit, ugye hát vén fasz vagyok, öregebb lettem én is, megint egy évvel is ezt csomóan úgy gondolták, hogy ünnepeljük meg, és egy cimborámmal ünnepeltük közösen egy ilyen kis lazat 12 fő mikrobusz, vagy hogy mondják ezt, limuzin, vagy mi az anyám, lementünk Balatonfüredre, és ott egy szórakozó helyen. Hát, sikerült az út oda részén a 12 embernek elfogyasztani több, mint 12 üveg vodkát, úgyhogy <laughs> voltak bajok. Voltak bajok? Nem tudom, hogy hogy szálltam be a kocsiba. Nagyon sokszor kellett pisálni a gyerekek. Én már rendesen azt hitték, hogy vesém van, már bekészítették ezt a nagy raukos üveget, hogy nem állunk meg ebbe pisáj, de, de, sikerült megoldanom, megállással természetesen. Úgyhogy hát ott volt egy, egy, egy napig így elmélkedtem az életen, hogy mennyi lehet még hátra, többe, mint ami, ami eddig volt, vagy sem. De pozitív vagyok, és úgy gondolom, hogy mivel az egy cigit használom már, úgyhogy most már csak több lehet. Úgyhogy ennyi volt nekem a múlt hetem, és aztán megint gája. Három nap, két nap pihenő, megint két nap meló, úgyhogy, úgyhogy csapatás, csapatás van ezzel. jó ja, 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 kérem, és az abszolút edurvaság durvaság. Bementem a... Hát azt tudtam, hogy ö, Mystic Peti jön haza, mert láttam egy fényképet, hogy Doverben vannak már a kompnál. És akkor megkérdeztem, hogy oda vagy ide, mondta, hogy ide, zsír kolbászolok a médiában, délután fél háromkor néztem ajándékot a haveromnak, is így, ez csak hív egy telefonszám, mondom, plusz 44. Nem mondom, ez, ez vagy a Brenyó, mert hogy nem volt név, vagy a Brenyó, vagy a Blacky, a felveszem, fölveszem, elhúzom, beleszólok ékes angolsággal, és mondja nekem valaki, hogy hát azt te mit keresel a médiába? Hát mondom, a kurva eget kandi kamera, mi van? Hö, forgok, forgok, mint a vérgezett Beszélj, beszélj, hol vagy? Itt vagyok, töki mögötted, már látlak, és akkor így leteszem a telefon, jaj, mondom, egy darab Mystic Péter. Akkor gyorsan egy, egy selfit földobtunk az oldalra, hogy már pedig létezik, az ember itt van, úgyhogy ő porszívót vet, én meg selfie botot, vagy mi az anyámat. Úgyhogy volt egy ilyen rögtönzött mini találkozó a a Pólus Média Centerben. Családostól minden este olyan kedves volt egyébként a kollégája, hogy megposkolta a Charlie. Te nem szedtél föl pár kilót, utoljára találkoztunk? Á, mondom, de rendes vagy alatt. Nem. Dicsérje meg, dicsérje meg. Igen, igen, igen. Úgyhogy, hát ennyi volt nekem a hetem. És nem tudom, eszedbe jutott-e valami azóta, vagy lépjünk tovább a a Lépjünk tovább. All right. Az első rögtön mújónak a lelése egy brit parlamenti jelentés. Nem sorrendeztük be a dolgokat, úgyhogy akkor ezek szerint megyünk, ahogy esik, úgy puffan alapon. Ennyi. <hül> a Tudomány és Technológia Parlamenti Irodája. Vagyis röviden a POST, mert az ottani parlamentben ilyen is van, jelentést adott közre, hogy a tisztelt alsó és felsőházi képviselők, tehát igazából a brit parlament megválasztott képviselői képben legyenek, hogy mi van az elektromos cigarettával kapcsolatban egészen elképesztő, hogy ilyen dolgok is tudnak történni. Az egészet nagyon nem besézném ki, mert ez egy szokásos, terjedelmes jelentés, de hogy mellékeltek egy ilyen kis összefoglalót is neki, amelyek úgy szólnak, hogy egyre több bizonyíték szól arról, hogy az elektromos cigaretta nagyságrendekkel kevésbé egészségkárosító, mint a dohányzás. Bizonyíték van rá, hogy az elektromos szigaretta igenis segíthet a dohányosoknak, abban, hogy abba hagyják a füstölést. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok egyáltalán nem mutatnak rá, illetve arra felé mutatnak, hogy egyáltalán nem bátorítja a dohányzásra, vagy a nem dohányzókra. Na dohányzásra a nem dohányzókat vagy a, a gyermekeket és hogy sajnálatos módon változik a köz megítélése az elektromos cigaretta veszélyeit illetően, hogy jelenleg most már az Egyesült Királyság lakosságának 25%-a gondolja, hogy az elcigi van olyan káros, mint a dohányzás. 2013-ban ez a százalék, ez az arány pusztán 7 százalék volt, tehát 18 százalékot nőtt, vagy hogyha úgy veszük, akkor majdnem megnégyszereződött azoknak a száma, akik teljes homályba keveredtek az elektromos cigarettát és a veszélyeit illetően. Úgyhogy engem ez rettenetesen megdöbbentett, hogy, 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 ilyen kis dolgok vannak, nem úgy, mint nálunk a parlamentben, hogy, hogy két-három képviselőn kívül teljes a homály, hogy egyáltalán miről szavaznak és miről van szó. Nem tudom, hogy Blackit ezzel találkoztál-e, vagy hogy ez most a, a a fatal motion az ugye át lett változtatva Regret Motionre, és nem tudom, hogy az most már lezajlott, vagy mikor lesz igazából a TPD-ről és a külön részeiről a szavazás, de lehet, hogy ez azt kívánja megelőzni, hogy egy ilyen felvilágosító anyagot adjon a kis parlamenti képviselőknek. Uh. Még nem zajlott le semmi efféle, valószínű, hogy majd lesz, de én itt a, az utolsónál azt tenném hozzá, hogy ez a 25%-ra, 7%-ról emelkedés 2013-hoz képest, ez annak is köszönhető, hogy ugye itt a kettő között volt egy elég komoly ilyen <coughs> média sárdobálás, ahol a Daily Mail-ben, meg az ilyen hát nem túlságosan hiteles lapokban folyamatosan az ment, hogy ez az ember, ennek felrobbant a kezében, az leégette a tüdejét a szuptankkal, sőt, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt még az NHS-nek és az itteni TB-nek valamelyik közleményében volt, hogy lipoid neumóniát tud okozni, meg hozzájárul ugye az immunrendszer gyengüléséhez, mert ugye a tüdődben ez táptalajt ad a baciknak, aztán kiderült erről, hogy marhasság, gyorsan vissza is vonták, sőt azóta ugye tudjuk, hogy az itteni TB az javasolja is, Rengeteg ember jön be úgy hozzánk, hogy az orvos azt mondta, hogy menjen is vegyen elektromos cigarettát, mert copd van, vagy kialakulóban van nála, és le kell szoknia. De durva! Szóval, igen. Szóval, hogy itt 2013-ban valószínűleg azért az embereknek mondjuk a 40%-a, vagy 50%-a azt se tudta, mi az az elektromos cigarettát, tehát nem mondta azt, hogy hát, én, hogy hát ez biztosan ugyanolyan káros, hanem azt mondta, hogy nem tudom. Most így, hogy többen tudnak róla, Arról nem beszél, hogy rengeteg olyan készülék van a piacon, ami meglehetősen vacak, mert a Tesco-ban vehetsz, a kínai boltban vehetsz, az újságárosnál vehetsz, és ezek mind ilyen 5-10-15 fontos készletek. Sőt, mellettünk van egy zaci, ott is neki álltok árulni, kapjatok a hajatokhoz két üveg, Evod starter tehát két üveg likviddel, valami kínai vacak, hetes angol font. Tehát, hogy annak milyen minősége lehet. És hát mentek és veszik? Ez olyan, mint az egy fontos likvid, abból én kaptam egy ilyen pici bemutatót. Hú, tehát így kiszámolod, hogy egy font basszus, és nem is tudom mennyi a font, 380. Egy, 380 forint. Bedobozolva benne a belső tájékoztató uh, sarzáras, uh, gyerekzáras kupakkal, PET hosszú töltőcsőre, plusz egy ilyen fóliába belehúzva. Hát, úristen, tehát tényleg így elgondolkozom, mi lehet benne? Érted, mert ennyi pénzből a csomagolást tudod összerakni. Tehát abban már likvidet nem biztos, hogy tudsz tölteni. Gondolj hogy bele, hogy egy, egy, egy a a mennyiért cukor. veszel. Na, és akkor ezekhez hozzájárul az, hogy vacak minőségű a készülék, általában merők az olcsót veszik, mert hát megnézzük milyen. Uh, szóval vacak minőségű a készülék, vacak minőségű a likvid, és itt elég elterjedt az, hogy az emberek egyből tüdőre szívják, Na most ez egy kezdőkészlettel, amikor 18 mg-ot vagy 12 mg-ot veszel, mert az van összebliszterezve a készülékkel, roppant kellemetlen, megköhögtet jókat, és azt mondják, hogy ez egy vacak. És, ó, hát ez engem köhögtet, a cigi meg nem, akkor a cigi biztos ö, jobb, vagy kevésbé problémás. Tehát ez ez egy ilyen történet. Azért az elérhetőség, meg a hozzáférhetőség az ilyen dolgokkal is jár, mert ugye információt nem kapsz mellét, mindenki csak arra megy, hogy profitot szakítsa. Úgyhogy kb. ennyi, amit én hozzá tudok -e ezt tenni. Mindenki elhallgatott. Hát ja, ennek, lesz, nekem az, az jutott az eszembe, többek között eszembe jutott uh, az is, hogy még mit, mit akartam, ah, mi történt velembe mondani, de ez sokkal érdekesebb, amit kérdezni akarok. Hogy Blacky, te tudod azt, hogy uh, ugye ez a doma, hogy Angliába föl lehet írni az E-cigarettát? Egy adott típust. És az melyik? I, azt hiszem Ivóknak hívják, és a Bat gyártja. Yeah. <laughs> Jó. Igen. Több kérdésem nincs. De azt, azt, a készüléket a, a együtt átnyomták a gyógyszerészeti uh -huh. mi a fenén. Tehát annak megvan mindenféle papírja. Azon a, azon a, nem tudom, vizsgálaton vagy minősítésen, megkapta a papírt, azt fölírhatják nekik ingyen és bérmentve. Megkapja az ember, ha le akar szokni, csak hát az egy ilyen forma készülék annyira nem nyerő, és nem nagyon hangoztatják, mert akkor tömegesen indulnának el az emberek az orvoshoz, ivókot iratni maguknak. Hihetetlen. De valami más is eszedbe jutott. Már lefelejtettem, mehetünk tovább. Ez viszonylag ez könnyen ez... ment. Igen. Zseniális. Kavintont, Fifikának, Kavintont. Ez már megint az én gyűjtésem lesz, ez igazából még a múlt hétről maradt, egy érdekes eszmefuttatás az amerikai FDA-nak a a, 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 a a miénknél is jóformán rosszabb uh, szabályozásáról, hogy hogyan néz neki az FDA elektromos cigaretta szabályozása, hogyha az elektromos cigaretta autó lenne. És úgy szól a cikk, hogy Képzeljétek el, hogy egy kicsi technológiai cég kifejleszt egy olyan autót, ami brutálisan lecsökkenti a balesetek esélyét és a károsanyag kibocsátását az autónak, így a az autó használatát legalább 95%-kal biztonságosabbá teszi az emberek és a köz számára, a gyalogosok számára, és tisztábbá a, a És a olcsóbb, ezt is tudjuk hozzá. És, és, és brutálisan olcsóbb, igen. Ezt nem említi a cikk, de igen, ezt tudjuk, hogy ez, ez ilyen. És Valószínűleg mindenki rettenetesen örülne egy ilyen fejleménynek, kivéve a kormányzatot, a környezetvédő csoportokat, a biztosítótársaságokat, akik elkezdenének üvöltözni, hogy de hát az a maradék 5 az még mindig-mindig túl magas, és lehet, hogy a tinédzsereket majd arra fogja bíztatni ez az egész dolog, hogy megvegyék ezeket a színes, jókinézetű autókat, mert a felnőttek természetesen semmilyen körülmények között nem akarnak változat Színű, nagyon menő verdákkal autózni és arra fogja majd ösztönözni a fiatalokat, hogy felelőtlenül vezessenek, pusztán azért, mert úgy gondolják, hogy ez az autó biztonságosabb. Szóval ők azt állítják, azt mondanák, hogy ezek a biztonságosabb, tisztább autókat abszolút olyan módon kell szabályozni, mint a meglévő benzinfaló szénmonoxid pöfögő szörnyetegeket. Ezek az új szabályozások arra kényszerítenék ezt a kis technológiai céget, hogy olyan feltételeknek feleljen meg rendkívül drága pénzek, Árán, amelyeket igazából arra találtak ki, hogy csökkentse a balesetek számát és a károsanyag kibocsátást. Nem elég, hogy bizonyítaniuk kellene tudni, hogy az autójuk biztonságosabb és tisztább, mint a meglévő autók. De még azt is biztosítaniuk kell, vagy azt is bizonyítaniuk kell tudni, hogy ez az autó soha semmilyen körülmények között nem fog balesetet okozni, nem lehet szándékosan arra használni, hogy bárki balesetet okozzon vele, nem lehet benne semmit módosítani ahhoz, hogy nagyobb káros kibocsátással legyen, mint eredendően. Bizonyítaniuk kellene tudni azt is, hogy soha senkinek eszébe nem fog jutni ezekkel az autókkal, hogy felelőtlenül vezessen, és nem fog senkinek eszébe jutni, hogy vegyen egy másfajta autót, ami a hagyományos, ennél az autónál lényegesen veszélyesebb és, és ká eh, környezet, kevésbé környezetkímélő. És még hogy ha, ha, ha nagy nehezen összeszednék a pénzt rá, hogy átmenjenek ezeken a, a, a vizsgálatokon és engedélyeztetési őrültségeken, a szabályozás amúgy megtiltaná nekik. Hogy a vásárlók kipróbálják vásárlás előtt ezeket az autókat, megtiltaná nekik azt is, hogy reklámozzák ezeket az autókat, vagy hogy elmondják a vásárlóiknak, hogy ezek az autók egyébként igazából lényegesen környezetkímélőbbek és biztonságosabbak, mint a korábbi autók. És itt még mindig. Nincsen vége a történetnek, mert ezek a szabályozások nem vonatkoznának azokra az autókra, akik már kéte, amelyek már 2007 előtt a, a, a piacon voltak, úgyhogy azokat a régi, tényleg benzinfaló, szénmonoxid és egyéb dolog köpő járműveket mindenféle további korlátozás vagy nehézség nélkül, ugyanúgy, ahogy eddig árulhatják. Hogyha amennyiben a az eddigi autógyáraknak, a hatalmas autógyáraknak eszébe jutna, hogy egy újabb fajta autót a piacra dobjanak, ők nyilvánvalóan meg tudnák tenni, hogy kifizessék ezeket a bevizsgálásokat és megfeleljenek a körülményeknek, vagy elegendő lenne, hogy némileg változtassanak csak, és azt állítsák, hogy ez az új dizájn lényegében Megegyezik a 2007 előtti dizájnnal, lényeges pontjaiban megegyezik. Egészen addig, amíg nem próbálnak meg biztonságosabb vagy tisztább autót gyártani, alapvetően ez megegyezik a korábbi termékekkel lényeges pontjait tekintve. Úgyhogy ennek köszönhetően az új csökkentett károsanyag kibocsátású és csökkentett vezetési kockázatú autó nem lehetne árulni sehol, és a benzinfaló pöfögő szörnyek lennének a vásárlók egyetlen igazi opciói. Vagy, hogyha a kormányzatra és a szabályozásra foglalkozó csoportokra hallgatnak, akkor igazából miért nem hagyják inkább ezt az autózást abba Teljesen, és inkább biciklizzenek, vagy sétáljanak mindenhova, mert hát ugye, mint tudjuk, ez a legbiztonságosabb és a legegészségesebb alternatíva. És még itt sem vége, így vagy itt sincs vége. Bocsánat, ezt gyorsan megolvasom. Igen. Hogy még fonálkabb legyen az egész szituáció, a, a kormányzatok, akik korábban óriási adót vetettek ki a, a szénmonoxid pöfögő benzinfaló szörnyekre, hogy inkább tisztább és biztonságosabb autókat vásároljanak az emberek, most ugyanezt az elképesztő mértékű adót kivetik a 95%-kal kevésbé e, környezetszennyező és jóval biztonságosabb autókra is. Az analógia itt ér véget pontosan ezt teszi az amerikai FDA az elektromos cigarettával most. És annak hű leányvállalata az emmi. Igen. Egészen csodálatos az az analógia szerintem. Nagyon-nagyon jó sikerült. Így az emberben egyetlen egy dolog merül föl, hogy normálisak vagytok, baszdmeg, normálisak vagytok. Tehát hogy-hogy nem ringatja még a lámpavas alatt a kis bokáitokat és sarkatokat a szél, tehát ezt így, hogy őrület. Én kérek elnézést, én ilyenre nem gondoltam publikusan. De nem, de hát gondolj bele, ezek az emberek szabályoznak, és, és komplett elmebetegség, de tényleg, mint a spejből és hurvinyeket oda tennéd, hogy gyerekek, szabályozzatok már az életünkbe mindent, légy szíves, és ilyen komplet elmebetegek, és ott vannak, és senki nem mondja nekik, hogy gyerekek, azért, ezt azért így már nem kéne mégse. Őrület. De hát, hogyha a hülyeségről van szó, akkor, akkor ott a másik, ami ugye a a szabályozást és a, 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 a tiltást illetve a szabályozás és tiltás rántja magával azonnal legalizálják a kokaint, a, az összes természetes és nem természetes kábítószer, nem erre gondoltam hanem az FDA-ra, ugye még mindig aki, aki ezzel az erővel a fekete piac meleg ágyát ágyazza most meg, hogy ilyen plastikus képpel éljek. Igen, hát erről mi is nagyon régóta kiabálunk, ugye, hogy ezek az intézkedések azon kívül, hogy egyetlen egy dolgot mutatnak, hogy akik kitalálják komplet elmebetegek, vagy kártékonyak, vagy mind a kettő együtt, hogy ez mind-mind a fekete piac malmára hajtja a vizet, és onnantól kezdve, hogy fekete piac van, onnantól kezdve feldúghatják maguknak a kis polemizálásukat arról, hogy ettől minden biztonságosabb lesz, és mi ezt az emberek érdekében csináljuk. Nem volt rest az Egyesült Királyságbeli Center for Substance Use Research csapat, akik egyébként a Varsói konferencián is több témában előadtak, ők sokat foglalkoznak az ártalom ártalomcsökkent és az elektromos cigarettával is. Ők iziben meginterjú voltak. Több 9940 Egyesült államok beli elektromos cigaretta használót, hogy ők hogyan látják, mi lesz az ő életükkel, mi, mi, mi következik az FDA szabályozása után. És olyan dolgokat sikerült összeszedniük, hogy az elektromos cigaretta használók 72%-a azt mondta, hogy amikor életbe lép ez a szabályozás, akkor nagy mennyiségben fognak bevásárolni jó előre. 69 azt mondta, hogy zokszó nélkül vásárolni fognak a fekete piacról, nem érdekli őket, hogy termékbiztonság, és a többi, és a többi. 65 mondta azt, hogy akkor nekiállunk magunknak likvidet kocsvasztani otthon. 66 mondta azt, hogy simán vásárolnak majd likvidett termékeket, eszközöket, mindenfélét olyan online kereskedőktől, akik megkerülik ezt az egészet, és fastökről fognak rendelni, és aztán lesz, ami lesz. Mit találtak még ők? És a maradék, vagy volt még 20 aki azt mondta, hogy hát akkor ők átállnak inkább az FDA által leokézott, valószínűleg a dohánygyártók által készített elektromos cigaretta készülékekre. Igen, igen, bocsánat, itt van még, és körülbelül 15%-a mondta azt, hogy hát akkor visszatérek a cigire. Elég. Na, én ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy én elindítottam egy challenge-et. Ugyanis <kül> múltkor mondtam, vagy nem mondtam, nem is tudom már, de lehet, hogy csak nektek külön, hogy annyi ö, okos kommentet olvastam, hogy haha, mert hülyék vagy, én még sorsemit nem rendeltem itt Egyébként köszönöm szépen az itthoni, hazai forgalmazók nevében is, hogy még erre büszke is vagy, hogy nem őket ö, erősítetted. Na mindegy. Mert a DHL el behozom, mert az... Én. Igen, a DHL az pont olyan, hogy semmit, semmit nem visz vám elé, amit ő behoz. Na mindegy. Zárója bezárva. Szóval úgy fölkúrtam az agyam, hogy jó van gyerekek, akkor én is elkezdek most rendelni, és rendeltem egy Ice Stick mert a pico sose jó, vagy sose elég, úgyhogy berendeltem, megjött, képzeljétek el. Sose elég, igen és, a, és a, a, challenge az ott folytatódik, hogy úgy fölbasztam az agyam azon, hogy megjött, hogy eldöntöttem, hogy mostantól pedig addig rendelek... Bementés és följelentetted magad. Az a baj, az a baj, hogy mindig rossz hoz közbe. Tehát addig rendelek mostantól, amíg meg nem fogja a vám. És nem úgy fogja meg a vám, hogy most majd valami hallgató a telefonon, hogy figyeljétek ezt a nevet, meg ezt a címet, hanem Addig, amíg azt nem mondják, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet, ezt nem lehet. Kíváncsi leszek a, a reakciójukra. Valakinek a mikrofonja ledölt, inkább azzal foglalkozna, ne a hülyesége. <laughs> szóval ez az én challenge-em most. Körülbelül. Kíváncsi leszek rá. És ö, figyeltem arra direkt, hogy most még az összeghatárba se férjek bele. Tehát, ö, és... És, Még ez... és és nem Magyarországról, Kínából, jóval 22 dollár fölött, nem kicsi készülékeket, elektromos cigaretta, elektronikus cigaretta készülékeket, és aztán meglátjuk, mi lesz. Nem azért, Te mert... Épp csak sz... céltáblát nem festesz magadra. Igen, tehát nem azért, mert szükségem van rá, mert annyi lom van itthon, hogy már tényleg nem férek az minden napom egy harc, hogy minek ez a sok szar az asztalon, hanem azért, hogy na, most erre kíváncsi leszek, hogy, hogy mi, mikor lesz ennek vége, és milyen fordulatot vesz. Ó, oh, hát te leszel, Charlie, aki ellátja majd az ártrom csökkentő alapítványomat hardware -re. Megbeszéltük. Megbeszéltük, de van még egy van még egy destination ezeknek a cuccmákoknak, de majd az, az adás megfelelő pillanatában elpattintjuk. Ó, viszont egy intermezzo, ha már Destination, Destination Debrecen, a hétvégén megtaláltam az ötödik budapesti jelöltünket, úgyhogy igazándiból öt fővel tele lenne egy autó az nem, Debrecen az Debrecen már, felé. Az már, az már overkill lenne. Én biztos, hogy Debrecenbe egy, a saját autómmal most már nem megyek, mert mentem eleget csatartam, úgyhogy most valakihez beülök, viszont öt fő, egy autó, Debrecen, oda-vissza, az reménytelen. Ha csak nem egy eszkaléddel megyünk, mondjuk, vagy valami hétszemélyes nagy amerikai, amerikai hulladékkal. Tehát az a hátsó sor, az, az büntető tud lenni. Mondjuk én elterpeszkedek simán az első ülésben, a jobb egyben, de az sok. De Fíj, felhő... Én olyan filigrán lettem, és é. akkor most képzeld el nagyon é. nagyit. Maradjál hát már nyugtalan. Maradjál már Mint hol se lennénk. Az. Há, mert nem is lesztek. Szóval, <kül> én itt egyébként azt hittem a következő pontnál, hogy Blackinek a blogjáról lesz szó, csak láttam, hogy nincsen közte pont. <kül> <De>. <kül> igen, 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 igen. Tehát ez a... Van egy weboldal, amire már kétszer ráregisztráltam, mert egyébként fizetős. Tehát azért ez is nekem egy picit gyomros, hogy, hogy egy weboldal, amelyik e cigarettával foglalkozik, illetve az e a cikkeket gyűjti össze, nagyon profi, am, amúgy most már mélységeiben látom, én tényleg nagyon profi tanulmányokat csinál. Emlékeztek arra a térképre, amit valamelyik podcastben megosztottunk, hogy éppen hol tart a, a TPD Implementáció az európai tagállamokban, mit, mit lehet hol, illetve hogy ki az, aki elkezdte, befejezte, stb. stb. az, az tőlük származott, akkor még ingyenes volt, illetve hát egy, egy ingyenes regisztrációval volt megnézhető ez a dolog. Egyébként azt hiszem 26 dollárt kérnek havonta, vagy 100 dollárt évente a, a teljes cikkarchívumban való böngészésér. És utána már ez a tudod, hívjon kategória jön, hogyha ha a tanulmányokat is látni akarod letöltve, ha, ha még mélyebbre akarsz menni, esetleg kérdezni is akarsz, és ők válaszolnak is, meg tanácsot adnak, meg nem tudom én mi. Uh, és ez annyira komoly volt, hogy tegnap uh, regisztráltam egy másik e-mail címmel be, és ma már uh, egy fickó hívott uh, uh, telefonon délután, hogy hát akkor ő az LCG Intelligence-től van, és hogy én vagyok-e az XY cég. Hú, mondom, várjál, mert éppen vezetek. Uh, majd holnap beszéljünk erre, meg gondolom, hogy ilyen csomagajánlatokkal bombázzák most a, az embereket. És ha már itt böngésztem, akkor egy nagyon érdekes cikket találtam. Az egyik amerikai cég, azt tudjátok, hogy Amerikában hihetetlen szabályozásra készül az, az ottani... Minek, mert, mert ez még csak nem, nem is a dohányzás fókuszpont, hanem az ottani... Minek felelez meg Charlie? ANTS? Hát ha tudnám, hogy melyik szervezet. Hát az FDA. Kicsit ink inkább olyan, mint, mint Magyarországon, a igen, vagy, a, vagy az ja, Inkább ja, akkor a Maradjunk a. Bár ugye hozzájuk élelmiszer és gyógyszeripar egybe tartozik, nálunk ezt még azért külön kezelik. Na mindegy, tehát az ottani FDA törekvéseivel szembe akar menni az egyik cég, és azt találták ki, hogy szintetikus nikotint fognak beletenni az ő e-cigarettájukba, és ezzel próbálják megugrani a, az FDA-nak a nikotintartalomú folyadékokra vonatkozó hihetetlenül ordas szabályozását. De hát ugye a nikotin az nikotin, tehát annak van egy vegyel, azt kurvára nem érdekli, hogy, hogy dohánylevélből vonják ki, vagy szintetikusan állítják elő. Ja, vagy el, belepukizzák az unikornosokat. Vagy belepukizzák, igen, vagy odavarázsolják. Úgyhogy valószínűleg nem fogják ezt átvinni. De még ehhez képest ez a, nem tudom, hogy kell kiejteni, v Vapix nevű amerikai cigarettagyártó, Vape X a, a betű szerinti uh, leírása. Ez még ilyen távol, közelségérzékelőt akar beépíteni, meg, mit tudom, egy óra múlva csipog egyet az elcigarettát, hogy szívja belém, szívja belém, szívja belém. Tehát ilyen nagyon, <gül> <gül> nagyon elmebeteg uh, terveik vannak, de mondjuk ez egy ilyen kis színes uh, volt erről az oldalról. Én ajánlom mindenkinek egyébként, mert egy ingyenes regisztrációt megér, és akkor a, a legfrissebb tartalmak ingyen olvashatók, azt hiszem az utolsó tíz darab talán. És jó cikkek vannak fönt, meg, meg kimondottan érdekesek a, az e-cigaretta világából, aminek a világa ugye nálunk egyre inkább szűkül, vagy a térnyerése, vagy a nem tudom én mi, és ugye a következő két uh, cikket is én tettem be, és annyira gáz, hogy, hogy ezek kézben járnak. Ugye egyrészt uh, ma jelentették be, hogy szombattól uh, él az egységes csomagolás a cigaretta cigarettaterbékekre. Ez ny nyilván minket annyira nem izgat, de hogy a, a törvény bejelentésével együtt Módosították az élcigarettákra cigarettákra vonatkozó szabályozást is. Én ide kitettem külön egy Google dokumentumba, hogy ne kelljen nekünk a, az eredeti ö, szabályozást végignyálazni és abba kiböngészni az e-cigarettára vonatkozó dolgokat. <kül> Szerintem a link birtokába itt ö, ö, meg is tudjátok nézni. Bekékítettem azt a ne, tehát én, én komolyan mondom, tehát itt sírva fakadok. Hogy nekik is könyörgöm, mert gondolok. az meg nem tudom elolvasni. Sárgist könyörgöm. Azon legalább látszik a betű. Sötéten a sötét, ez botrány. Kielölöd, kijelölöd, akkor látszik, nekem úgy Egyen, tök jó, kijelölöd. Úgy, köszönöm szépen. Tehát elektronikus cigaretta és után töltő flakon a következő feltételekkel hozható forgalomba, és forgalmazható a nem tartalmaz ízesítő anyagot. Köszönjük szépen, üdvözlő, egyet! egyet. Érted így? Elolvastam, és. Na mi van? ilyen már egyszer volt. Igen. Igen, és nem benne volt, és aztán kivették. Illetve úgy került bele, tudjátok, hogy mi a faszom, az a mentol, ízesítő anyag, aztán a mentol maradt, ízesítő anyag kikerült, most visszarakták, ez ilyen, ez olyan, mint a vándorfájás, hogy így jön, megy benne, így a paragrafusok között. Most itt találtuk meg. Sárgis be már könyörgöm, Léci. Mást is zavarni fog. Szerintem. Aztán én van, egyébként nem mennék, nem mennék el ilyen egyszerűen Gyere. egyébként az ízesítés meg a csomagolás mellett is, mert ugye az egységes csomagolás az vonatkozik a cigarettákra, meg is lehetett pillantani, hogy most már nem lesznek ezek a, ezek a dizájnos ilyen oldalra húzom, meg könyv alakban nyitom, meg anyám kínja módjára. Tudjátok, amik voltak néha régen ilyen kampány, jelleggel, is akkor ki mutathatóan több fogyott a, az adott cigarettával, mert jaj, de jól nyílik a doboza, vegyünk már egy olyat, na, nem szívtam még ilyet, de vegyünk olyat. Hogy már ha az analógiát egyszer ezek felfedezik, hogy tulajdonképp ugyanaz van a, a, az elektromos cigaretta utántöltő folyadék dobozán is ildikó. Mit szólnál hozzá, hogyha, hogyha ez is olyan kéne, hogy legyen? Gusztáv! megint egy zseniális ötleted volt. Szerintem is csináljuk meg. Hát akkor, akkor majd mindenki vehet ilyen fekete doboz, kis rés rajta, és azon nézheti majd az egyenszínű flakont, amire csak rá lesz írva, hogy mit tudom is én. Kis Pista, ízesítés nélküli likvidje, és akkor megy majd a verseny, ó, <laughs> hagyjad már, hagyjad már, szerintem a, a Kovács Jelenőnek sokkal, 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 jobb, sokkal, sokkal az ízesítés nélkül, mert abban annyira ízesítés nélkül van, úgy érzem bazd meg a glit szerint, hogy fú, te az nagyon jó. Sokkal sejmesebben édes. És azt mondja rá Ildik, hogy de hát nincs benne ízesítés, akkor ez, ez nem dohányízű. De valószínű, ez az lesz. Nekem nem magyarázzák meg. Ildikó kóstolja, meg ez nem dohány. Nem! Nem! Nekem nem magyarázzák meg, hogy 95%-kal egészségesebb mi lesz a maradék öttel, és különben is a Glicerin végbélbe való. És különben sem tudom megkóstolni, maga buta, mert nincsenek ízlelő bimbók az ánuszomban. Igen. És különben is ez kapudrog, és akkor én holnap Elég után meg már majd cigarettázni fogok maguk miatt. Hát nem! Ebből nem esznek! Csáli, te nem gondoltál még rá, hogy rajzfilm szinkron színésznek álljál. Ugye egy Tom és Jerry veszett el benned. Is. <laughs> szóval én azért belelátom ezt is, tehát ez, ez nem áll meg szerintem ott, hogy na majd a cigis dobozok is akkor ott fognak virítani a jó kis ízesítés nélküli, ám de nagyon csinos öm, ám de cseppen is mentes, és ám de akármilyen töltő, papír doboz, mechanikus. Töltő mechanikával rendelkező ö, elektromos cigaretta. Ó, oh, vagy ezen, elektronikus. Ezen is annyit gondolkoztam. Mi lesz az meg? Robot tölti meg a cigidet, hogy csepegésmentes legyen, vagy hogy te ne érjé hozzá. Ez de én ezt tök egyszerűen el tudom képzelni kiviszed Angliába, és megmondod Blackinek, hogy figyelj már, Blacky, Blacky, nem kell megtekerni, tölts már meg légy mert azt mondták, hogy nem tölthetem. És tudod, én nem tudom. Tölts valami. meg, de állj háttal. A tökéletes cseppmentesség. És akkor lesznek majd ezek az akciós vizerjáratok, tudod, hogy most akciósan kimehet megtölteni a likvidjét. Nálunk podgyász nélkül csak 250 forint plusz üzemanyag a gázöngyújtó töltőkre. Igen, igen, még, igen. A, még, A, régi, de lehet, hogy itt is Kulcsmásom, úgy szóval is lesz, hogy kis ablakig beadod az elcigidet, sem már meg, mester. <laughs> így, ahogy a mújó mondja, mint a kulcsmásolók annak idején, ott lehetett öngyújtó töltetni. <laughs> hát ez kész. Még én kezdek, tett. kezdek félni magunktól. Tehát ha ezt valaki hallgatja, és figyelj, 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 figyelj Én attól félek, ha hallgatnak, Tehát, Charlie. Gusztáv, Gusztáv, bazd meg, ezek nagyon jó ötletet vetettek nekünk föl. Mert nem hallgatják Ezer Ezer új töltőállomást létesítünk Magyarországon. Igen, Az... nemzeti töltőállomás. Nemzeti elektronikus cigaretta likvid töltőállomás. Mert aki állom... csak egyfajta van, bazd meg, négyféle erősségben, hát nem mindegy. <tört> Aki nálunk csöppmentesebben tölt, az már hazudik. Ja, 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 vagy bemész a benzinkútra, és tudod, vannak a, lesznek ott is a töltőfejek, alányomod, mint a, tudod, az Easy Dripper, vagy mi a tököm az, amit Amerikában lehet kapni, alányomod, és akkor azt mondod, hogy én most füstbajnok ízesítetlent kérek. 10 milli. <tört> <tört> és közben pörög a benzinkúton a számlad. <tört> igen, igen, igen. <tört> 3000 forint. Micsoda! <laughs> ja, hát nem az extra ízesített, ja, déle, halad, volna ja, tudod, tudod, és akkor, és akkor mennek, a, mennek a, a hát most nem csórót mondok, mennek ezek a nagyon sikeres vállalkozók, tudod, hogy oda megy majd a benzinkúz, és akkor várjál, e, várjál, füstbajnokot kérek, de csak ezer ér. E, három milli. Jó, ezzel elmegyek a busz megállóig. <gül> <gül> Beáll... <Még> egy... <laughs> Bocsánat, beállt egy ilyen sikeres ember elém a kasszához, én ugye mindig teletankolom az autót, 60 liter, eltart egy darabig, beállok a kasszához, de látom, hogy úgy, nagyon sok fordán, hogy bejön elém, hát nem fogsz. Oda megyek, addig ráért, tudod, nézegeted újságot, meg szendvicset, meg anyámkényet, és egy elkezdek fizetni, a kártya lesz, jó, kihúzom, meg akkor még a matricát ad, meg akkor még a számlát elkérem, meg hűségpont, csávó meg így, így ledobja a 2000 forintot, én csak gáztankoltam a hatosnál! Jó, gáztankoltál, és kinézek, hallod, egy ilyen pff, 15 éves, tudod, az amíg régen még jó nézett ki BMW. Áh, hát mondom, ennyire nem megy, hogy egy 1.6-os motort is elgázosítsál, barátom. Pff, vannak itt bajok. 2000-ér. Na, szóval én ezt vizionálom, és figyeljétek, megírjátok föl a napot. 2016. augusztus 17. Charlie megmondta. Nemzeti likvid állomások. Nekem három dolog jutott eszembe, de amire a végére érek, úgyis elfelejtem a lényeget. Az egyik az, az 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 érzésem, hogy, hogy rázzák a pofonfát, rázzák a pofonfát, tehát ez már így a minden határon túlmenő hülyeség, de azért még rázzák a pofonfát. Hát ha, hát ha nem. Minél magasabbra mászol a butaság fájár annál nagyobbat fogsz esni a végén. A másik, ami meg még eszembe jutott, hogy hozzák csak ezeket a rendeleteket az idióták. Hát most már olyan rutinnal körmölöm az alkotmánybírósági panaszokat, hogy ihaj. Bocsánat, Krisztián, és ne felejtsd el, hogy majd mikor nem ők lesznek már hatalmon, akkor ugyanaz lesz a másik oldalról, hogy ezt a rendeletet, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt visszavonjuk. Ennyi. Bocsánat. Hogyan, de akkor ki fogunk menni Bakker és letoldgatjával fogjuk a seggünket rázni a nagyvárat téren a nefi utcafrontja frontja felé? Én, Ezt a a... Na, é én csak videózni fogok, jó? De a te feneked is. Jó, jó, rendben. Ez Ezt elképzeltem De megadnád a módját és a szép zakódba? Hogyne, hogyne, hogyne. Hát azért egy stílus maga az ember. Mi tudjuk. Egy talpigúri ember vagy vagy veszett el benned, ezt még nem tudom. <laughs> És vége dolog jutott eszembe, ez még egy abszolút brutál piaci mint a te nemzeti töltőállomásaid. Hogyha mind, semminek nem lesz íze, és minden mentes lesz, akkor azért valahogy bele kell tudni lemenni a és így beleképzelni, hogy mi, mi, milyen ízvilágot euh, em, próbálsz emulálni az agyaddal, hogy hogy mégiscsak valami legyen, és mint régen a más könyvek ilyen kis formátumban, egy kivi fénykép, egy barack fénykép, egy jeges medve fénykép, és akkor így néha lesandítasz félve, hogy mm, már érzem a kivit. Mm. Figyelj, én, én, azt csinálnám, Krisztián, mert, mert, ebből nincsen pénz. Tehát, hogy, hogy van az ízesítetlen likvid, és mindenki bejelentheti a nem cigaretta ízű likvidjét, a nem málna ízű likvidjét, a nem, nem tudom én milyen ízű likvidjét. Az annyi szó 475 ezer forint. Na és jó, de mikor, megun, nem, mikor nem megunod mána az íz? <laughs> Mikor megunod az <laughs> ízű likvidet fogsz mikor megunod... Azt élvezed, me hogy mennyire nem mána ízű, érted? De mikor megunod, és azt mondta, hogy most, most csinálnak, csinálnék a nem málna helyett most egy, egy nem, feketeri fekete ribizlit. Jó, akkor az annyi lesz, mint egyszer ugye a módosítás, az 300 utána az új termékre, ah, igen, de ez kiköpött olyan íze van. Na hát most mondta, a nem átvált nem fekete ribizlire. Hm? És akkor javaslom a következő mozaik szót, véssétek az agyatokba, NLA, azaz Nemzeti töltő állomás. Ez lesz. Hihetetlen. <gül> <gül> nem, 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 nem nem, nem tudom kikapcsolni az agyamat. Hülye amerikaiak, tudjátok, a lusta minden a drive-thru, oda megy, ablak leteker, és majd a. Hi, sőt, sőt, hát ugye mert, hogy teljesen uh, csepegés és mindenféle folyás biztos a dolog, mint a Mekinél. Oda az egyes ablakhoz, azt mondod, én kérek nem málnást. Beadod. Menübe. be. <laughs> Tudod, így, nem így, így beadod, azt mondják, jó, 1600 lesz kettes ablak. Előre gurulsz, kettes ablaknál fizetsz, hármasnál meg elhozod. Mm, ez nagyon bivaj. Vagy visszaszólsz, hogy várjál, várjál, ez nem fekete ribizli, én nem málnát kértem. Kérem a panaszkönyvet. <laughs> De most nem barackol együtt akciós. <laughs> Hú, én kezdek meg ijedni magunktól. Istenem. <laughs> De a helyzet az, hogy, hogy ezek az emberek, akik tehát ennyire nevetségesek azok az emberek, akik Magyarország egészség politikájáról nem mondom, hogy döntenek, tehát mint elefánt a porcelánból, vagy forgolódnak, hogy mi ez a csörömpölés, mi ez a csörömpölés. <laughs> Komplett elvebeteg ülnek olyan helyen, ami, ami egy igazándiból egy elképesztően bizalmi az emberek szempontjából egy elképesztően emberi, vagy bizalmi pozíció és, és komplet elmebetegek, tehát ez De hihetetlen. Krisztián, gondolj bele, tulajdonképpen beengeded Ildikót a tüdődbe, vagyis hát Ildikót a végbeledbe, mondjuk, mm, hogy hívják Én a Gusztávot beengeded a tüdődbe. Egy kérdés erejéig, persze. Még egy helyen megemlíti a, a, az ízesítő anyagot, és ezt nem tudom értelmezni. Tehát ezt próbáljuk már együtt értelmezni. A dohányzást imitáló elektronikus eszköz az alábbi feltételekkel hoz, hozható forgalomba és forgalmazható. A dohányzást imitáló elektronikus eszközben használt folyadék nem tartalmazhat nikotint, B nem tartalmazhat ízesítő anyagot. Igen. Oké. Okay. Ez mire vonatkozik? Hát a dohányzást imitáló elektronikus eszköz ezeknek a víziójában a nikotinmentes. is. Úgyhogy én egy kicsit redundánsnak érzem, hogy egy nikotinmentesként definiált, nikotin nem tartalmazó pára fogyasztását lehetővé tévő ö, elektronikus eszköz így szólt a definíciója. Lehet, hogy ez nem volt elég nekik, és még, még néhány helyre beszúrják, hogy nem lehet benne nikotin fiúk, megvilágosodtam, mindenki lépjen el a mikrofontól. Eléptünk. Ki fogjuk tudni játszani? Elmondom, hogy. Mert ugye, hogy a drip tip is dohányzást imitáló, hova tovább dohánytermék. Viszont az a kis szilikonsapka, amit ráhúzol, az nem. Ki kell jönnünk a málnaízű ízű szilikonsapkával? Egy ízmembrán igen, igen. Hát tudod, És... ez olyan, mint a, melyik, a kretek uh, cigarettára, ha emlékeztek, annak cukrozott volt a, a papírja. A cigarettapapír. Na. Ott valami ilyesmit. Kell. Ennyi, ennyi, fiúk, megoldottuk, kész. Elszopogatható drip tip. Emlékez... Mi? Várjat, emlékeztek arra a kis tizen éves gyerekre, aki a narancs szörpöt szívta a I think. I think. <laughs> ez lesz, fiúk, ez lesz. És nem viccelünk. Öt, meg még az jutott nekem eszembe, hogy úgy lehet ezt még kiátszani, hogy árukapcsolás. Ön milyen elektromos szigarettát használt korábban? Milyen után folyadékot? Hát én a gyümölcsös ízeket kedveltem. Nagyon jó, akkor ön a zöldséges melletti dohányboltba vegyen, és vegyen egy fűrt szőlőt. Mégis így bedobsz egy szem szőlőt, ráslukkolsz, hmm. ah. és ön miért? Hát én a desszerteket, nagyon jó az édeségbolt melletti dohányboltot tudjuk javasolni, ott vehet néhány kocka csokoládét pagának is. És... és ha azt mondod, hogy és ő milyen gyakran cserélte, most Blacky és a pult alatt historik. Figyelj barátom, te milyen gyakran cserélted a kaz... Ka... Azt cserélni kell? Jó, jó, ne mondjál semmit, menjél el a patikába, vegyél széntablettát, szívd a cigit és közben rágd a széntablettát. Hát, hmm. Borzasztó. És, és még, és még, gondolj bele Charlie, hogy micsoda megfizetetetlen értéke lesz néhány éven belül, remélem gyűjtöd és nem dobot ki, a vatta, használt málna ízű vatta. <laughs> Ebben még igazi Ezeket vatta, igazi gyűjtöm. málna van öcsém. Szagold meg, szagold meg. Na jó, szopogatod egy picit a végén, de nem ne most, ne, most gondolj bele, hogy én milyen háklis vagyok arra, hogy a a, valaki a, mondjuk, a Andor megkóstolja a szar dohányos dripével az én ö, világi málnámat, és utána napokig érzem a kondenzből, ami oda beszivárgott a, a topkebbe, tudjátok, a topkebbe. Szóval ö, itt is ugyanaz lesz. Én ezt nem fogom hagyni. Én perelek a büdös kurva fasz. Én egyébként ebben látok egy nagy piaci részt. Amit most mondok, az mindenki titoktartás kötelezettsége mellett uh, uh, hallgatja. A tiktakot föl kell kérni egy drazsék gyártására, és akkor fogod a kis ízesítetlen likvidetet, hm, mit akarok szívni? málnát. Belobsz egy málnás tiktakot, közben szívod a semmit. Nem Én azért mondom, de szerintem Krisztiáni sokkal organikusabb volt a szőlőssel. Egyébként, Vagy? figyelj már akkor a tiktakba is, be fogják tilteni a mentolt? Hát ez kérdés. Uh, ugye? Ez uh, kérdés. Tiltassuk Szerintem be a kapul cukorbetegséghez. Mint mind mind. az Uber-t, meg. Mint az uber -t. De egyébként még egy hatalmas piacirést fedeztem föl, hogy már így mondtad a TikTokot, hogy a sublimáló utántöltő drazsé levegővel érintkezve azonnal gőzé változik, és te meg csak így kergeted az órod alatt, hogy ah! az, 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 az száraz, igazik, száraz jeges, Száraz jeges cukorka. Hát ma, ennyi. Ma vac. megint... Bedobod, és kész. Ma megint Így. unatkoztam, és az orromonás lukkoltam, Egészen új dimenziók nyílnak. Higgyétek. Jó pofa, most próbáljátok most ki. Látjátok, mindenkit jó kedvre derít. De el nem akarom hinni, hogy ilyeneket lehet ezzel az elektronikus cigarettával csinálni. Kicsit facsarja az orrom. Igen, nazálisan viszem be. Már majdnem végbél. Tűszerteli fogok, Csáli. De érdekes volt. De ilyenkor sajnálom, hogy nem videófelvétel készül. mi van, Fifika? Orra mentali? Orra Ó, de figyelj, nekem egyből az jutott eszembe, hogy ilyen dual drip tippet kell csinálni, tólt, hogy mindenki Mind a lukatba föl tudja dugni. Mint az igazi drogosok, az egyiket fogd be. Új, nagyon meleg, szíveség. nagyon meleg. Jaj. Vagy Mi? mint a Fremen cirkorúha a dűnébe, csak beépített. Jaj, 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 ja. ja. Minden lépésnél aktiválja magát. Ja, és aztán vissza, visszadolgozza a kondenszt, kivonja ki, ki az aromát belőle, és újra hasznosítható. Jó, akkor most mindenki... Jókat, jókat ezen, a, ezen az alternatív ízesítési módokon, de az a baj, hogy annyira rövid látok ezek a szerencsétlenek, akik az ilyen rendeleteket meghozzák, hogy nem veszik észre, hogy itt mi fog történni. Tehát az, akinek ez az ízesítetlen cucc nem jön be, az bizony lehet, hogy be fog menni a tesco és leakaszt egy rumoromát a polcról, vagy csókolom, ági van, és akkor beletölti Piroska a, szörp. A Kettőt mondhatok most, fiúk. Én ma kér, pont láttam van. egy ilyet, hogy gyakorlatilag az összes, hát nem az összes, de kurva sok termék, férfi és női nevek. Ági szörp, ö, m, piroska szörp, akkor van az étcsoki, ami meg nem mondom neked, az valami Marika vagy vagy Katica, Katica, de ott van erős pista, édes vonna. A marketingesek kurvára megdolgoznak a pénzükért. Végtelen tárháza. És, és még akkor nem is említettem azt az, azt a, az igazán klúcsészer-ízesítőt, amiből egyébként valamelyik polgártársunk kevert likvidet, az pedig a Bolero italpor. Tehát Hallottam. Ha elkezd a bolero italpor fogyasztása növekedni, akkor tudjuk, hogy. <laughs> én erre tudjuk, mindig, hogy bevezették mindig azt tudom az csak az mondani, hogy én mikor. Otthon egyszer a fehér kézzel fonott szőnyegre a narancsos bolero italpor kiborult, és nem tudtam kihozni négy fajta vegyszerre, Na, szívjátok! De mo mondj, figyelj, figyelj, analógia, likvidízesítések. <kül> Black is megy. Mújós Szilva. Fifikás Nektarin. Charlie Smálna. Na, hát nem kell itt kétségbe esni, fiúk. Mindent megoldunk. Mindent meg fogunk oldani, mert okosabbak vagyunk, mint ezek. Blacky nem mondott még egy alternatívát, hogy mit fognak csinálni ezek az emberek, akiket nem fog kielégíteni az ízetlen elektromos cigaretta. Például dohányozni fognak. <laughs> Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a dohányzás visszaszorításáért küzdő intézkedéseket, hogy <laughs> afelé terelik az embereket, hogy véletlenül se hagyják abba a dohányzást. De majd Zseniális mikor azt mondod, hogy de sokkal több, én, én millió embert látok most is jönnek ki a tetőre dohányozni, vagyis hát elektromos cigarettát. Na, látjátok? Dohányozni. És majd mikor az lesz, hogy ö, küldünk egy levelet a, a Nefinek, vagy a, a, a tököm tudja, hogy ö, Emminek, hogy már pedig azt vettük észre, hogy most sokkal-sokkal több ember dohányzik, mint az előtt. Akkor azt mondják, hogy ö, nincsen erre. Elég bizonyítékunk, és ezt még vizsgálnunk kell hosszú-hosszú éveken keresztül. És majd egy tíz év múlva térjünk rá vissza. Higgye Na. el, ez a nem dohányzók érdekében szívnak a régi elektromos cigarettások is cigarettát. Ez egy saller volt. Igen, igen, igen. Kedves Gusztáv, ön akkor már sehol nem lesz. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább, még akartam Majdnem. valamit mondani, de elfelejtettem a Majdnem. fenébe. Na mindegy, majd vagy eszembe jut, vagy nem. Igen. <laughs> ez a két lehetőség van. <laughs> Fifika de, lett volna ez az indexes mi, cikk. Mi, mi lett a, a, az indexes cikk kommentje? Mert ezt te írtad be. Ö, igen, igen, ez múlt héten hangzott el a kis színesbe, amikor olyan nagyon sokáig fejtetett ki a kis színest, és aztán Charlie már rohant, úgyhogy akkor inkább már nem volt szívem még bepréselni még a, a, reflektálásomat. A szó volt arról, hogy te említetted, hogy EU szinten ezek a bevételek egy nagy közös kalapba mennek. És ehhez fűznem hozzá, hogy szerintem nem közös az a kalap, vagy orbitális tévedésbe van nem, nem, nem a, az Nem, nem, enemy. nem, az információ megy közös kalapba. Ja, 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 hogy nem a bevétel. Nem jó, a bevétel. Oké, oké, okay, okay. okay. valamit Félreért, tehát nem a, nem, nem a bevétel, az információ egy közös kalapba. Oké okay, és oké, akkor így is... <coughs> ak akkor nincs kommentem. Akkor nincs komment. Oké, okay. <laughs> ugorhatunk. Ugorjunk, ugorjunk, mert már megint az egyik uh, alvás problémámhoz vezető tényező, ugye a hazai premier, megmondtuk minden adásban, most Billion Lives lesz gyerekek. Szóval... Uh, mikor mentünk lefele születésnapozni, és még nem ittunk annyi vodkát, hogy ez károsan hatott volna az én eleme állapotomra. Tehát valahol Budaörs felé. Félúton. Igen, igen, ezt akartam mondani, az a Jeep útnál ott a kifele vezető közös szakaszon. Még beszéltem, mert ott volt ugye a mozis haverom is, és megkérdeztem, hogy de hogy lehet ez bevinni moziba, moziba? Tehát, hogy, hogy nem fizetek érte, hanem még esetleg ők jogdíjat a, a készítőnek. És akkor azt mondta, hogy első kör rögtön az, hogy a nemzeti szom tudja, milyen tanács elé kell vinni a filmet. Nemzeti akik Andy Vajna tanács? Beülnek egy terembe, és megállapítják akkor a korhatár besorolását, és ezek után indulhat el a processz. De... Most már józan vagyok úgyhogy hogy majd megkérdezem őt bővebben, hogy fejtse ki ezt, hogy mi vagy hogy, vagy mi merre, hány méter. Aztán már is okosabbak leszünk. Illetve annyi van, hogy hogy ugye, hát a, 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 megkérdeztem egy másik ö, forgalmazó hálózatot, vagy egy másik mozit, így is mondhatjuk akár a, a Lourdinál igen, a Lurdina, hogy ott mennyi bekerülne a, a, terem. És hát azért ott ilyen tömeges, meg, meg nagyüzemi vetítésre azért az, az befogadhatóbb az az összeg, ami végre nem hat számjegyű plusz áfa, hanem, hanem öt számjegyű, és áfával sem hat. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy tényleg el azon gondolkozni, hogy nagy dísz ott, és még egy-két vetítés, vagy ahogy a a büdzsénk engedi, vagy nem engedi, az meg, az meg máshol, ami nem, nem cirádás, nem boltíves, nem gyertyatartós anyám kínja, csak tényleg a mozi élményre, meg hogy minél többen láthassák. Ha azt néztem, azt a költségvetést, az egészen barátságosnak tűnt nekem is. Egyébként, hogy így kijöttünk már így a nagy számok bűvöletéből. Nekem azért tetszett meg egyébként, mert tényleg ott ez kisterem is volt, mit tudom is én, 40 ezer ér plusz áfa, és... És, és ott... három óra után az már napi Igen, vías, tehát... és... és... még az is 100 alatt volt, ha jól emlékszem. Igen. És ott, ott, van nagy parkoló, kényelmesen, úgyhogy hát ilyenen törtem a, a kobakomat, illetve a Komplett rendszernek utána néztem már, ö, amit ti annyira gyűlöltök, az a fajta keretrendszer a weboldalon, és már a jegyértékesítő rendszerünk is megvan gyerekek. Nem döntöttem még el fejben, hogy ö, mondjuk a díszbemutatóra szerintetek olyasmi kéne, mint, mint, egy mozi egyes játéknál. Tud, tudjátok, hogy bekattintjátok, hogy nekem ez a kettő székkel? Vagy azt mondod, hogy egy eventre árulsz jegyeket, és azt mondod, hogy van 150 ilyen jegy, és akkor ö, érkezési sorrendben ülsz oda, ahova szeretnél. Szerintem egy díszbemutatónál mondjuk ez beleférne. Abszolút, így Abszolút, volt a is. Na mert akkor arra ugye ott van az a pro megoldás, hogy, hogy ő azt otthon ki tudja magának nyomtatni, vagy telefonon ugye megjelenik. Igen, igen, megjelenik egy bárkód a telefonon, vagy kinyomtatja a papírt, egy vonalkódot, és a... van rá egy ingyenes applikáció, odaadjuk mondjuk a kedvenc segítőnknek, ha éppen itthon van, kocsis Tominak a kezébe az feltelepített applikációval a telefon, oda jön az ember, jegyét bemutatja, bekattintja, igen, köszönjük szépen két ember, vonuljatok be, amelyik szék szabad oda tudtok ülni, tehát ezt a megoldást találtam, és tényleg nem, nem egy észvesztő költség valami, összesen talán így mindennel együtt volt talán 100 dollár, cakkumpúder weboldal anyám kínja, és így az így nem kell akkor vele szenvedni, nem kell mondjuk itt... óriási előny egy ülésrendet nem kell kitalálni Hát annyit, hogy akkor mit tudom is én Az meg. Csak annyit írnánk a A4-es papírokra, ketté hajtod az A5, egyik oldal luddíták, másik oldalra meg a nevét, és akkor azt kiraksz mondjuk tizet egymás mellé. Akár első sorba is lehetne, mert úgyse jönnek el. Vagy a fene tudja, de mindegy. Szóval akinek ülés, hely, rend kéne, hogy hol üljenek, azoknak kirakni a papírt, és ami szabad, meg tényleg odaülnének az emberek, ahova akarnak. És, és, fiúk, fiúk, erre akkor ezt beszéljük át, megvan az afterparty helyem fejben. Hmm. Közel van, Korvinhoz, közel van. Nem tudom, voltatok-e a Duma színházban? Nem. Korvin negyed, tehát gyakorlatilag a Korvin moziból kiösz, a, azon a pláza, vagy mi a Korvin plázán át kell menni, és a másik oldala az már a Korvin negyed, egy baromi nagy ő, tér, gyakorlatilag, hát ugye két ház sor közt egy ilyen 150-200 méternyi plat szélességben megy egy olyan 400 méter hosszan, és ott van jobbra egy, egy ilyen, hát mit mondjak, hát Duma színház, van egy kis színpada, asztalok, de azt hiszem van neki talán valami nagyobb terme is, mert tényleg olyan volt, mint egy színházterem, tehát bementünk, és akkor ruhatár, meg, meg mit tudom is, én láttam, hogy másfele is van ott irány, és, és akkor az, 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 nem bondaná meg nagyon a tömeget, hogy a gyerekek, akkor találkozzunk 40 perc múlva a kopaszigátnál abban a tököm tudja milyen rendezvénycsarnokban, mert ez, ez így kijössz a moziból, átsétálsz, az alatt szívsz mondjuk 10 percig elektromos cigit, és kész, ott vagy. Tehát ha 10 percet sokat mondtam, inkább 5 percet mondanék sétálnak rá. Tehát ezt még szerintem akkor lenne neki értelme, hogy, hogy ezt is megérdeklődjük. És akkor meg lenne az after party, és akkor nem kéne, meg nem is, igazából szerintem nem fér bele a, a 90 percbe az, hogy még ott előtte ilyen állófogadásos akármi legyen, mert ha belegondoltok, hogy éronéknál ott volt előtte a fényképeszkedés, meg a molinó előtt fényképezkedés, meg a beszélgetés, meg a mit tudom is én, hogy abban már nagyon nem férne bele az, hogy ott izé királyrákokat, meg beluga kaviáros szendót. Jó, de nekem beszédet mondanom tömegbe. Mit kell neked? Beszédet mondanom kell. Tehát. Hát jó van, nyugodj már meg. Hát én is fogok, te is fogsz. Fifi. Különben besárgulok. Igen, igen, igen. Tehát Most... azt én úgy gondoltam, hogy előtte ugye a bemegyünk, elkezdődik, és akkor ott Éron mond egy pár szót, hogy mit tudom is, én fölvezetjük, addig gyűjtenénk ilyen olvasói kérdéseket, amit nem spontán teszünk fel, hogy mi a helyzet, szerinted mi a vélemény, ezek a büdös parasztokról itt az elsősorban, akik nem jöttek el. És akkor ezt fordítsd a Krisztián. Dír Éron, Szóval nem, hanem összegyűjtenénk kérdéseket, mit tudom is én, és akkor az. Naik a poli... trafikba lehet málnát kapni? Ja, ja. <laughs> Na de, ok, de szó, ott van az az after party helyszín, ami ugye egy Duma színház, ergo van színpad, tehát ott aztán lehet beszédet mondani szarás Igen, meg akkor utána kicsit tudod, ilyen, ilyen közönség, találkozó, jellegű Tehát a színpadot most nem tudom, Blackin, ha nem voltál ott, azt úgy el hogy tényleg akkor, a, amit a tévében lát az ember, hogy egy ilyen pf, négy méterszer, három méteres valami, tehát a, nem nagy. Mint, mint komedi klubokban igen, 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 igen. Tehát én, én, úgy Tónyi gondolnám, jó. én úgy gondolnám, hogy ott talán még megoldható lenne ilyen kis táncparkettes játék is, vagy csak hogy az asztalok, mert ilyen két, kettő, négy személyes asztalok vannak ott, akkor lehetne ott italozgatni, beszélgetni. Mit tudom is én, megkérdezném én akkor. Alapvetően ideálisnak tartom, mert ugye ott van ez a színpad, akkor a Mujóki élheti a beszéd tehát Tudod, és akkor de, és most de, vacsorázzatok jó ízűen, és mellette aláfestő zenének mújó beszél, mint egy másfél órában. A kimaradt de, és de, kivágott uh, emiált előtt uh, előadott beszédét megismételjük. Nem felvételről. Kisasztalos történet is jobb, mert ugye péper találkozók uh, tanulságaiból kimondható nagyjából, hogy azért itt ilyen kisebb baráti társaságok vannak, akik együtt jönnek. 3 4 5 maximum. Tehát ez kimondotta jónak tűnik ez az ötlet. A, az hülyeség, hát ez nem lett jó ötlet, hát én mondtam. Aki hát még tekerni le, se a, tud. Ha a Corvinból jövünk és nem a Lordiból. Hát a Lurdiból semmiképp, mert a Lurdit azt ilyen izének mondtam az előbb, tehát mikor már meg volt a dízemutató, akkor oda, tehát a Lurdit, azt tényleg úgy kell elképzelned belülről, hogy mint egy mozi, doboz, hangfalak, az ennyi. Stimmt, stimmt, stimmt. Hát annak persze. semmi persze. olyan, olyan felemelő érzése nincs, hogy na bemegyek, és ugye hát a dresscode-ban is megegyezhetünk, hogy ez nem, nem a, a pólós rövidgatyás előadás Cicás lesz. Póló, nem ja, nem most nem Krisztián miatt mondtam, nem Krisztián miatt mondtam, Cicás abszolút. smoking. Cicás smoking, igen, hogy abszolút meg kell nézni, hogy mondjuk éronék, és mondjuk ne éronnak a, 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 taxidó, nem frak, vagy, vagy smoking, smoking nem, ne az ő smokinget vegyük alapul, de mindenki elegánsan föl volt öltözve kis a hölgyek. Tehát azért adjuk meg a módját szerintem, mert egyszer van budán kutya vásár. Na, úgyhogy én ennyit ötleteltem, de ti is bombázzatok már, mert... Hát tényleg nem tudom, hogy csak én... A... Az én fejembe járnak ilyenek, hogy mozi, mennyi a moziterem, másfél óra. Figyelj, ha a rendeznénk, akkor valószínűleg az én fejemben összeállna a kép, de miután Pesten semmit nem ismerek, ezért így elég nehéz nekem ebben ötletelni. Hát ez igazán zseniális. Betó, de ez, amit eddig felvázoltál, ez szerintem teljesen jó hangzik. De olyan patentul kigondolod ezeket, Charlie, Igen, hogy ezen csak rontani tudunk maximum. És akkor még gondoltam, oda egy 21 négyzetméteres lett falat, tudod, egy kicsit ugye a sarokba, azzal a Jéba, megint megint laptop kell, bassza Ja, ja, megint laptop kell, bassza meg. Most mondták, hogy lehet, hogy még decemberbe kihozzák az újat, Á, bassza meg. Ledi rá kéne csapnom. Ö, és akkor én most mondok olyat, amit lehet, hogy kivágunk az adásból, aztán lehet, hogy nem. Mert attól függetlenül, hogy ehhez úgy kell hozzáállnunk, hogy meg. Tehát ez nincs, itt egy döntési kényszerbe vagyunk, ez nem lehet, hogy megcsináljuk. Ezt már akkor eldölt, mikor elkészült az oldal, hogy meg kell csinálni. Viszont nem vagyok se én, se Fifika, se Mújó Rócsild Báró, és nem Soros György az édesapám. Viszont, viszont, itt van egy negyedik ember, aki névtelenül. Névtelenül, de azt mondta, hogy basszátok meg, nekem ehhez hozzá kell járulnom, segítenem kell, úgy, hogy nincs is itthon, mert egy emigráns. Nem, bocsánat, migráns. E, e kötélje migráns. Szok, igen, e migráns. Hú, ilyenek leszünk tényleg, ha ez jön. Megyünk Új-Zélandba, én leszek az e migráns hogy egy pénztárcában nem elférő összeggel, már akkor se fér el, ha 20 rakod bele, 20 ezeresekből, nagyon komoly összeggel azt mondta Blacky, hogy fiúk, én ennyivel hozzá szeretnék járulni. A végén, ha minden megvan, úgy is csinálunk egy listát, hogy mi, hogyan, kitől mennyi, ezt nem mondanám most az összeget, de gyerekek, higgyétek el, vastag. Vastag. Ezek az angolok durván keresnek. Na nem ez a lényeg, hanem hogy a szívügyének érzi ő is a dolgot, úgyhogy, úgyhogy kedves véperek, képzeljétek el, és lájkolta az oldalt, és még, még ilyenekre is, nem is kértük, aztán felajánlja. Képzeljétek el, hogyha mástól csak a lájkolást kérünk. Hó, hova tart ez a világ? Szóval én ezúton is köszönöm neked, Bleki. A végén majd megtudják, hogy mennyit, de, de igen, mert ugye szóba került itt ez, a, ez az angol fordítás, hogy, hogy Aaron a nagyon pro fordító csapatával akarja magyarra megcsinálni, és az, ez egy ilyen gyenge 1500 dollár, úgyhogy úgyhogy mondtad, hogy legalább a fordítás miatt ne fájjon a fejünk. Hát most próbálunk ezen még azért egy kicsit faragni. Tehát én is rákérdeztem megint Krisztián arra, hogy Krisztián levelét olvastad? Nem lehet esetleg e valahogy megoldani esetleg máshogy, és akkor. De most, Krisztián, ha már azt írja, hogy az angol felirat készül, én arra engedek következtetni, hogy ezt talán kiengedi a kezéből. Beírok majd a frissen alakult csoportba ez ügyben, és akkor majd szerintem szépen a, a többi európai emberke is oda csatlakozik alá, hogy igen, igen, ők is így gondolták. A németek, a németek is ezt említették egyébként. Ja, hát nem véletlenül tiszta agyrém megbízni egy, egy, egy külföldön, tényleg a nyelvhez alapvetően az élő nyelvhez. Könnyen meg lehet, hogy van magyarra fordító embere, aki nem elcig is nincs tisztában a zsargonnal, tehát ez a, ez a nem is értem, hogy, hogy miért kellene ezt hivatalos fordítónak fordítani ezt a uh, dolgot. Neked az lenne a, a Kánaán, meg a, a megdicsőülés level 1500, mikor, mikor azt mondaná Éron fordításban feliratta, hogy gőzlér. Gözlér power. Na szóval elmentünk ö, mellette megint, de akkor Blacky, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a támogatást, Blacky, igen. Minden Véper nevében. És most megszól a Blacky is, hogy ezt ki fogjátok vágni. Nem, hát nem feltétlenül kell itt semmit kivágni. Igazából én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk közös érdeke. Pontosan tudom azt, hogy ez, ez nem egy kis összeg, és azt, hogy otthon milyen anyagi helyzetben leledzik a legtöbb olyan ember, aki ebben a témában érintett, és aktív valamilyen szinten. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek, ennek, ennek ott van a helye, ennek a pénznek. Különben is nem a pénzért vagyok itt, hanem kalandvágyból, tudhatnátok. Benne van az újságban, megmondják is. <laughs> Azóta minden nap mesztelenül ugrik le a bungee Jumpinggal. Szóval, Szóval úgy gondolom, hogy ennek itt elég komoly tétje van. Ezzel a bulival mi csak nyerhetünk. Ezt a filmet én is látni akarom. Előbb-utóbb. És ha más nem, érted, én úgy gondolom, hogy ez az utolsó remény sugara Egyrészt a magyar véper közösségnek, és az utolsó olyan buli, amiben ennyire részt tudok venni, vagy részt akarok venni. Egyébként én eldöntöttem, hogy leszarom, hogy mit mondasz, és ö, föl fogom venni a kapcsolatot a bosszal, a főnököddel, ha máshogy nem megy. Errabollak, kikérlek, nem érdekel. Ö, összedobunk egy. Mi az Isten? Az. Mondjátok már, ez a fapadosra, oda-vissza. Egy, egy, sárkány, repülőt. Vagy, Csak az, vagy csak az, hallod, kap, kap, egy csomagot, Blacky. Te, Charlie, jött egy csomag, mi ez? boncski ki. Ejtőernyő, bazd meg, nem, majd nem, 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 Hülye vagy, Pest nem, nem, csak így, így nézi. De figyelj már, én értem, hogy ajándék meg minden, de neoprén ruha. Nem érted? Nem érted? Csatorna, átúszni, érted? Hát a kaland érted. Most mondtad, kalandvágy. Na, ennyi. Lesz itt olyan kaland, apám. É, ne felejtsük el azért, hogy mindig megköszönjük, most is külön megköszönjük a mi patrón támogatóinknak. Bizony. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Szóval, szóval ennyi. Mi már elkezdtük a, a köszönetnyilvánításokat nincs visszaút, mert az milyen hülye jön megköszönjük, aztán vissza kell adni. Meg kell csinálni. Nincs mese. Éronnak is majd csak Ézons. ezt mondjuk. Éron, nem lehetne, hogy esetleg valami fapadossal gyere, vagy indulj már-e két hónappal előbb. Van egy nagyon olcsó konténer, abban még beleférnétek ketten. De hát, de hát levegő, jaj, Éron, megoldott, fúró belülről, kifúrod, akus csavar, húzom, mindent meg lehet oldani, ha akarsz. Szóval, ö... Ja, akkor ezt meg fogom kérdezni, ezt a helyet. És hát én csak ettől fosok folytába, hogy, hogy tudjátok, nem tudjuk, tényleg csak akkor tudunk bármit mondani a mozinak is, mikor már legalább a mozi pénz megvan, mert a fordítás maximum nem alszunk három napig, vagy valami. De, de a mozi meg nehogy az legyen, tudjátok, hogy kinézünk valamit fejben, így nagyon, fú, törjük magunkat, és akkor oda megyünk, hogy lerakjuk, tudjátok, ilyen 500-asokban, ezresekben lerakjuk a lóvét, hogy összejött, összejött. Hát már nincsen szabad. Hát az az időpont, az már, az már két hónapja nem szabad. Szóval én csak ettől félek. Mert nem értünk hozzá, tehát azért itt van néhány okos ember ebben az országban, akik gázszerelőségből nagyon messzire viszik, hogy nem ez a módja Charlie. Tehát, ha szeretnénk egy filmet bemutatni, akkor a minimum, hogy úgy kezdjük el, hogy építünk hozzá egy mozit. De ha már egy mozit építünk, akkor miért ne építsünk egy plázát? egy stadion mellé. Tehát merjünk nagyba gondolkodni. Ezúton is, ezúton is szeretnénk kérni azon vapertársainkat, akik moziépítésben jártasak. Na de most jó, mert a Tomi az pont. Kocsis Tomi. <laughs> de, hogy, de, az nem szabad itt Pesten lennie, tehát legalább 150 kilométerre legyen, amihez egy kis vasút visz el. De hát, hogy akkor Elronnak se legyen kényelmetlen, akkor már egy nemzetközi repülőteret is mellé mellérítjenthetnénk. Ja, mert milyen gagyi lenne, hogy Debrecenben hát csak sokat fű spórolhatunk, a... Sokat spórolhatunk, mondjuk azt mondjuk Erronnak, hogy aludjon dócon, tehát ilyen, 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 spórolásokat be lehet iktatni, érted? Hallod? Láttam, mikor tudod, ilyen, ilyen, kajla hajjal így kijön az ágyból, így törögeti a csipát az alsógatjával, így a szemébe, és így... Milyen a... ágy? Hálózat a művelődi ház parlója. Igen, igen, és törle, mi volt az a an... Ó, semmi, semmi, csak a kakas. Itt fidegesked ezen? Öli egymást a macska meg a kutya, nyugi fákja, és még a szabadulós játékban részt vettél. <coughs> De jó, hogy nem érti, amit mondunk, hallod. <coughs> De jó, hogy nem érti. Ó, lenne itt olyan palota forradalom. Na, ennyi. Ennyi. Nekem eszembe jutott közben, amit elfelejtettem korábban. Igen. Ami korábban jutott eszembe. Egy kicsit komolyabb felütés, hogy felködlött a lelki szemeim előtt egy uh, újra dohányosok kontra magyar állam per, amelyben a, azok, a, ha nem lennének ennyire remete életet élők, a, a többsége az elektromos cigaretta közösségnek, tehát hogyha tényleg egy ilyen komolyabb áramlás lenne, egészen biztos, hogy ezek miatt az intézkedések miatt lesznek, akik visszatérnek a dohányzáshoz. Ha én is ilyen lennék, úgy beperelném a magyar államot, mint a pénty. Úgyhogy egy csoportos per, hogyha hallgatják az adást nem csak a kínaiak, hanem a, a ügyvédi irodák, akkor lehet, hogy el Lehetne kezdeni ebben gondolkodni, hogy összegyűjteni azokat az embereket, akik sajnos újra a dohányzásnál kötnek ki, a dohányzás visszaszorításának érdekében tett zseniális magyar szabályozások miatt. Imádnám, ha lenne egy ilyen per. Hát de akkor Nem. tudják, hogy csak egy pár évig kell húzni, és úgyis meghalnak tüdőránkba, mondjuk. Olyan lenne, mint a, fú, milyen, nem van Lebowski, hanem, hogy hívták a Julia Robertson azt a filmet? Tudod, mikor a Erin Brokovics. Erin Brokovics, igen, Brokovics igen. igen. Na, úgyhogy ennyi. A fejlemény a héten. Viszont van egy apró és minket is picit érintő dolog, ugyanis landolt a leveles ládámban hú, ez annyira 20. századi volt. Landolt a leveles ládámban, milyen meglepő, egy levél, és egy, egy tök másik podcast csatornának a producere. Tudjátok, tudjátok, mikor két producer beszéget ismeritek? Nem. <laughs> szóval írt egy levelet, hogy ő csinált egy ilyen hazai felmérést, hogy mi lenne, hogy lenne, mit lehetne fejleszteni, mi érdekli az embereket, képzeljétek el, benne vagyunk párásító podcastre is lehet kattintani, mint ismerem, és mint nem ismerem, és mint rendszeresen hallgatom például. Úgyhogy csinál egy ilyen felmérést a srác, és akkor van egy egy zárt levelező listánk, ahol, ahol majd elkezdünk irogatni, és, és majd valami kialakul belőle. Vagy jobb lesz, vagy nem lesz jobb, de de valami lesz, az biztos. Úgyhogy én a linket betettem a párásítóba direkt csak oda, mert tematikus a dolog, nem raktam ki a az ecigi De én mindenkit arra biztatok, hogy javítsuk az arányunkat, és kerüljünk föl Magyarország podcast térképére. Bár ugye az a baj, hogy tényleg mi egy nagyon réteg csatorna vagyunk, tehát tematikusan csak erőt, tehát egy tech csatorna azért sokkal jobban érdekel embereket, hogy beszélnek a Androidról, meg az iPhone-ról, meg a mit tudom is én miről. Erről meg tényleg kevesen hallgatják, kevesen beszélünk róla, de. De hát azt a keveset is tájékoztatnunk kell. Úgyhogy ez van, ami nekem még volt, nem tudom, hogy bennetek ragadt-e még valami, vagy mehetünk tovább a kis színeshez. Menjünk. Én egy apróságot akartam volna hozzátenni még korábban, csak annyira ment a beszélgetés fonala, hogy nem akartam közbeugatni. A challenge van szó. Igen. Ugye, hogy rendeled a cuccokat. Na most, uh, EU-n belül postázgatni sem túlságosan egyszerű már. Például a kokáért augusztus 8-án megérkezett az országba, ide, Angliába, Magyarországról egy ajánlott küldemény, Valakitől vásároltam egy használt készüléket, és az még mindig a vámon van. Eddig Magyarországról mindig percre, pontosan 4-5 nap alatt megérkezett a küldemény, most kb. tizedik napja várok, és még mindig a vámon csücsül a hítrón. még nem kezelték le, vagy nem tudom, valami gyanús neki, de elég egyértelmű az, hogy ez egy elektromos cigaretta készülék, tehát itt, itt már vannak érdekességek. A másik Valakinek tettem egy szívességet, egy, nem egy, hát két DNA panelt rótoztam föl, nevezzük ezt az embert Józsinak például, és egy-két apróságot módkészítéshez összecsomagoltam neki, és adtam föl. Amikor a postán mondtam a kislánynak, hogy ebben elektromos cigaretta alkatrészek vannak, akkor a kezemben nyomott egy vámáró nyilatkozatot, és amikor azt mondtam, hogy Magyarország, akkor azt mondta, hogy nem, nem, itt most ilyesmi megy ki, tessék szépen kitölteni. És csesszétek meg, tételesen le kellett írnom, hogy ebből az alkatrészből ennyi darab van. Tehát azért az rohadt vicces volt, hogy mágnes, 20 darab, érték darabja 0,1 font, összérték 2 font. És így tételesen mindent le akart velem, leíratott velem a csaj, oda kellett írnom, hogy mi mibe került, mennyi az összeg, mennyire lesz biztosítva, meg effélék, konkrétan papírt kellett kitöltenem, úgyhogy ez a, majd megoldom, ez, ez, ez elég érdekesen fog majd kinézni szerintem. Minél inkább haladunk erről az időben, annál kevésbé lesznek nyitva ezek a nemzetközi kis kapuk. És onnantól egyre inkább dominál majd a szerencse, és egyre inkább oroszul lett Mi hányat olvastál te olyat a héten? Most megint előveszem a a De olyan hülye vagy te meg meg! Eubó jön, itt nincs vám, hallod? Hülye vagy. A héten erre. volt három ilyen, Most figyelj, erre, erre nem tudok mit mondani. Én hál' Istennek, most már minden csoportból kiszálltam, mert uh, egy idő után ez idegesítő. Na. Aj, most megnézem, hogy benne vagy a párásítóba. A párásítóban uh. ben vagyok. Ugh, fanfár! Ugye ugy több ilyen közösségi jellegű csoportra gondolok, ahol a folyik a mit csináltam rosszul, hogy tekerjem meg, milyen készüléket vegyek, ilyen jellegű felhasználói csoportokat hagytam el de a lényeg a lényeg, szóval én ilyeneket nem látok, azt viszont látom, hogy ez, ez egyre kevésbé lesz vicces. De igen, nehéz elmagyarázni, hogyha valami futára jön, pláne DHL-lel, na ő az, aki legkevésbé fog baszakodni, és a DHL-nél euh, még ilyen, ilyen kellemes összegeket rakjatok rá, hogy vámáru, mivel vámolják, a vámnyilatkozat elkészítése 4645 forint. Raktározás, amíg ketyeg az idő, igen. Uh, ről mindannyiunkról egy ilyen epikus uh, képet fölrajzolnék, és uh, azt próbálja mindenki egy kicsit interpretálni a, a jelen körülmények közé, meg a kérdések közé, hogy szerinted mit vegyek, hogyha nekem ilyen készüléken van, és hogyha olyan fejjel rakom rá, éget meg, köp meg, anyám kínja. Amikor egy férfi azt mondja, hogy bármire képes érted, akkor olyasmire gondol, mint például egy sárkány leülése. Nem pedig ilyen buziságokra, mint Ikeába menni, meg ilyenek. Szóval merjünk nagyba gondolkozni, és mi nem a, a, az égető kazánra keresünk elsősorban megoldást. De ez akár még a kultúrába is mehetne ez a kép. Szerintem oda fogom berakni. Nem arra, hogy legyen kazán, ami égethet, bassza meg. Igen, 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 igen. Formal de power. Tehát ez a, ez a, a gondold vég, hogy előbb-utóbb az meg problémát se lesz. De ö, <laughs> én mindenkinek, aki nem hiszi el, hogy Magyarországra már pedig <laughs> problémás a rendelés, azt kérem, ki fogom neki fizetni, rendeljen nekem, legyen szíves az intézt.de-ről egy akármilyen a legdrágább tankot megrendelheti Magyarországra számlával igazolja nekem, hogy ide rendelte, és akkor utána beszélgessünk. Mondjuk. Erről önkem... ja, bocsánat. Nem, csak ennyit akartam mondani, hogy mondjuk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most mindenki ide fog nekem jönni egy negy... 45 ezer. 000... elmondom a challenge hogy most hogy rendeltem Origen 1922-t. Az egyik kedves patrónusunk, Garamvölgyi Dénes, nek a testvére Németországban dolgozik, vagy ismerőse, vagy nem is tudom már kicsoda, ő megrendelte, ő kifizette a testvéréhez kicímezve Németországba, aki most pénteken hazajött, most rám írt, hogy 45 ezer valahány száz forint lesz ez a tank, jó mondom, nem tudok sehova menni, elküldöm, ad föl postán, ad hozzá a költséget. Na, ez egy ilyen másfél hónapos projekt volt. Egy tank. Egy üres tank ami nem folyik, mert üres. De egyébként egyszerű, igen, tehát mindent meg lehet oldani, csak akarni kell. Nem kell magyarországi kereskedőtől venni. Na. Nekem az jutott eszembe, hogy tekercseljünk vissza egy, mint egy három évet, olyan 2013 környékére, amikor a TPD még csak a kanyarba volt, és azért már nem kevés helyen hangoztattuk ezeket, vagy a podcast korai időszakait úgy két évre visszamenőleg, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy galiba jön, nagyon-nagyon-nagyon tenni kéne valamit, mit kaptunk, mit vészmadárkodtok, ezt úgysem tehetik meg. Mindenki, aki azt gondolta az elmúlt néhány évben, hogy ezt úgysem tehetik meg, az most egy kicsit szálljon magába, és nézzen körbe, hogy hol tartunk. Igen. És... Na, menjünk tovább a kis színesre, fiúk, mit szóltok menjünk. hozzá? elmondom Blackinek is, hát ha nem, nem van képben, mivel neki is van itt benne kettő darab kis színese. Úgy néz ki a dolog, hogy összesen pár percet beszélünk róla, ami nem over 10, hanem Fifik, ami is gyakorolja ezt, még egy-két mondatban kommentáljuk. Te fölvezeted, te is egy-két mondattal reagálsz erre, amit te érdekesnek tartottál, és utána azt mondod, hogy most pedig ti jöttök. És akkor mi ezt véleményezünk. Nem fejtjük ki. Kicsit megpróbáljuk az embereket rávenni. Látom azt, hogy nem hiába írom meg a Sónotest, hiába van ott az MP3. Írogatnak, hogy honnan lehet letölteni, mert nem tudom meghallgatni. Ott van az MP3. Ott a gomb. Már nagyobban nem akarom kirakni. Miről volt szó? Keresd meg az oldalom, mert ott a kereső. Meg le van írva, be van linkelve. Tehát ez tényleg az abszolút elustáknak is tökéletes amit mit csinálunk itt hétről hétre, aztán mégse. Tehát most így rá akarjuk őket vezetni a, az értő, gondolkozó olvasásra, és várjuk szeretettel az első kis színesedet. Jó. Van egy készülék egy család, ami nem még jelent meg az Egyesült Államokban. Ez azt hiszem, hogy valamelyik tudnot kell, vagy, vagy gondoltad volna, vagy valamilyen Facebook csoportban is volt már. Sőt, cikk is jelent meg róla valahol. Ez a... Az aromaterápiás nem elektromos cigaretta, hanem egy ilyen aromaterápiás il, uh, inhalátor. <laughs> Gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy első generációs eldobható, és uh, az az érdekesség ennek a dolognak az összetevők között nagyon nagyon viccesnek. Találtam, hogy 80% végé van benne, és 20% illóolaj. Oh. Ki mit gondol erről a finomságról? Ezek az a... nem normális. Az az illóolaj, ami. Elképzelem, mikor lesz és ilyen. Na, az az, ami filmréteget képez, gyönyörűen. De hát benne van a nevébe illó, hát az biztos elillik. Nem. Hát én egy szóval szeretem ezeket jellemezni. Agyfasz. Köszönöm, ez én voltam. Tovább. Én befejeztem. Ezek nem normálisak. Szépika. Nem tudunk eleget az illóolajokról. <síf> Igen, most volt egy olyan vevőm a héten, aki megkérdezte, hogy az, az lehet-e, hogy ő ugye a likvidhez hozzátesz egy-két csepp ilyen illóolajat, mert ő egyébként aromaterápiázik otthon. Mondtam neki, hogy eszedben ne jusson, hülye vagy, meghalsz, zsírt ne lélegezz, be, meg olajat se. Hát de amikor ott van a párologtatóban, akkor is belélegzem. És, és ennyire egyszerűek az emberek, és ezért van az, hogy ezt basszus, megírják a cikkbe, hogy ez jó, illetve ezért fog ez fogyni a piacon, mert nem ért. De hát ezt meg kell neki mondani, hogy ne vegyél ilyen eszközt, te hülye, már van otthon, a, tudod, a konnektorba dugós szunyogírtó, illatosító. Na, azt dug, bekapcsolt be, azt akkor tedd a szádat rá, és így... azt szívjad. Az se lesz jó. WC próbáltad már? És a citromos domestos se csináljon senki limonádét. Problémát <laughs> nyugodtan inhalálja. Krisztián, az is kapu na szóval éljen a lipoid tüdőgyulladás azt mondja a következő azt is összem én dobtam igen. be a, ve a vegan likvid tehát <coughs> azon szembe jött egy ilyen mondjad mikor ezt megláttam hogy vegan likvid azon gondolkoztam hogy egyébként mondjuk milyen állati összetevő van benne a normál likvidben ugye igen pontosan ez az hogy semmi tehát itt az oldalon arra appellálnak, hogy a PG-t az állati zsír, zsírszövetből, állati zsíradékból is ki lehet vonni, de úgy 30 éve nem csinálja senki, mert már kezd egy kicsit drága lenni, amióta megindult a biodízel termelés ezerrel, illetve a kőolaj termelésnek mellékterméke lehet a PG, mert a propilén tulajdonképpen a kőolajgyártás mellékterméke, és abból propilén csinálni már igencsak egyszerű, innentől kezdve ez abszolút nem állati, vagy maximum évmilliárdokkal ezelőtt lehet. Hát dinoszauruszokból van, igen. <laughs> Dinoszauruszos likvid. <laughs> Itt? Na, akkor érted, és akkor ilyeneket írnak ezen az oldalon, hogy csak a 100% végé a vegán. Már a végé az, az, nem, az nem vegán. Nem tudom erről a hús nem fogyasztó kolléga mit gondol. Én hús nem fogyasztó vagyok, nem pedig őrült. Nekem erről az jutott eszembe, hogy ki garantálja, hogy a végés likvid gyárban nem visel disznóbőr cipőt, egyik alkalmazott sem. <laughs> nekem meg az jutott eszembe, hogy <gül> <gül> hogy elfelejtettem. De akkora hülye cikk volt, hogy elfelejtettem. Hát ez nem igaz. Ja igen, erről nekem mindig a, az a kemény vegán barátom jut eszembe, aki reggel a, a, kocsmatúra után lefolytaná egy hamburgerrel, és mindig mondta reggel a hambisnak vasárnap hajnalba, hogy kérek egy vegaburger, és így ránézett, hogy az meg mi a faszom. És mondta, hogy csak legyen benne csalamádé, meg sajt, meg ketchup. Lerakta elé, 5-80 lesz. És mindenki boldog volt. Az egyik azért, mert Vega burger tevet, a másik meg azért, mert eladott egy zsömlét, egy csalamádéval 580 forintért. Tehát megtalálja a piacát az ilyen, higgyétek el. Én egyébként óriási piacirést látok ebbe a vegán likvidbe. Tehát fel is fogom írni az összes likvidebre, hogy vegán. Ne, csak a felére, az... a felére írd rá, tehát mert akkor így, a az a része jobb. Így, így, így lesz, hogy vegán, halal, illetve kihívjuk a szegedi hitkösségtől a rabbit. Kóser. és, és még kóser is lesz. Na? Ennyi. Az uh, igazi vegán az tudom. az, a töltés közben kifolyik rám a leves. Figyelj már, és akkor ez nem jó. Ez fifika. Fifika, ez sehogy nem jó az a vegán likvid. Hát a menekülteket nem tudjuk ezzel, nincs benne disznó. Nem tartja vissza őket. Képzeld, ha disznógőzös párát fújnál a határon. Az a Nemzeti Rendvédelmi Likvid Minisztériumhoz fordulják panaszos leveleddel, hogy nem készítenek ilyet a Nemzeti Liquid gyárba. Ez milyen likvid? Ez medium rare. Oké, és a tied? Hát én nem vagyok ilyen, ilyen kuriózum, én veldán én, én well szeretem a likvidet. Tudod, ilyen dripperekkel fognak menni a határőrök, így rá lesz írva, hogy ez füstöl, diszna és így csapkodják, mint a szentelt vizet. Igen, akkor tudod, mint mikor a fokhagyma hozzáér a vámpírzi. Vagy mint az outcast tudod, mikor hozzáér a csávó kézzel és égeti. Na. Szól a pörcös likvid is. Van még egy, azt én dobtam be nem szigorúan nem szigorúan likvid, sőt, sem mennyire nem likvid, de amit előzőleg említettem, ugye a csomagolás, Viszlát Teve, Viszlát Arany Marbi, megjelent ugye a csomagolás.blog.hu is ez, hogy egységesítik a, a, dohánytermékeknél a, a dobozokat, betű stílust, tipót, betűméretet, minden szírszart, és ennyi. attól szokik le az ember. Na, itt jöttök ti. Gyönyörű fekete doboz, gyönyörű guztustalan képekkel, mondjuk ez már, aki dohányzik, az, az hozzászokott ehhez a jelenséghez, és ehm, hát már nem nagyon riasztja el az, amikor egy ilyen hólyagosra dagadt vérvörös, mit tudom én, gégerákot mutogatnak neki. Ez, de, hát, tudom. vagy ha zavarja, akkor azt csinálja, mint a kollégám, tudod, ebbe a Fém tárcába fém be? berakja, igen. Igen. Én egyedül a fiókos Benson and hedges sajnálom, mert azt régen szívtam, és tök praktikus volt ez a doboz. Ti jöttök. Én azt gondolom, hogy látványosan annyira nem működik a dohányzás visszaszorítás hagyományos euh, módszer csomagja, hogy, hogy ennyire elmebeteg drasztikus megoldásokhoz, kényszer megoldásokhoz próbálnak nyúlni, mert ez, ez már azért tényleg a, az elmebetegség határát súrolja szerintem, és ennyire nem működik, és akkor tekercseljünk a napjainkba előre egyet, amikor itt lenne az elektromos cigaretta, ami megoldhatná a domázás visszaszorításának megfeneklett óriási dilemmáját egyszer és mindenkorra nagyjából. Nem. Azt el kell lehetetleníteni, de ez megoldás nulla forint közpénzből. Igen. <laughs> Én két, két dologra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a csomagolás megváltoztatására irányuló tervek, ezek öt évvel ezelőtt már piac, vagy piacon köztudottak voltak a dohány cégek között, és pénzt, időt, energiát nem sajnálva, exkluzív fölméréseket végeztek, egy kurva szállalán fognak kevesebbet szívni. Tehát ez az értelmetlen cselekedetek egyike egyébként a dohányzás visszaszorításáért folyó kilátástalan harcban. Ittán. Ennyi. A apró kartonpapír koporsóban mindenféle szöveg és dekoráció nélkül tudnád megvenni a cigarettát és dohányos lenni, akkor is megvennéd. Tök mindegy, mivel van csomagolva. Ahogy a Mujó mondja, ez már ilyen kapálózás. Jó van, fiúk. Akkor ö, menjünk tovább, és nem tudom, Blacky mennyit sorozatozik, mi azért daráljuk erősen őket. És ö, konkrétan most nem sorozat témára repültem rá, hanem ha valakinek ö, ö, mond az a név valamit, hogy nem honlik, hanem Hun Lee, nem tudom, valaki? Semmi. Semmi, és ha azt mondom neked, hogy Job. A csávó a bensiből ugye? Igen, yeah. és Job a következő évadában fog szerepelni az Outcast-nek. Fakje! Yeah. Hmm. Annyit tudok róla, hogy egy sebészt fog majd alakítani, és valami titokzatos terve van Kyle-al kapcsolatban, de nem tudom kikapcsolni magam, mindig a transvestitát látom benne. Úgyhogy az egyik az ez volna nekem ami sorozat és érdekesség, a másik pedig, hogy Hugh Laurie val el fog indulni egy új sorozat, ami nem kórházas, nem orvosos és annyit lehet tudni, hogy egyébként ö, a hulun fogják vetíteni, tehát ilyen kábel TV szolgáltató lesz, esély, ez lesz a címe, és, ö, és ez egy 2014-ben megjelent kemnán azonos című novella vagy regény alapján ö, készült ö, film ahol bizony uh, Hugh Laurie egy törvényszéki neuropszichológust fog alakítani, uh, és uh, lesz ott minden korrupció, mentális betegség, uh, és a többi, és a többi. Úgyhogy nekem uh, tetszett. Tehát akkor megint doki lesz mégiscsak. Hát neuropszichológus nekem az úgy annyira nem doki. Nekem az a doki, aki, mit tudom és én megoperálja két éve gémkapot csal a, a szívedet. A, mondta, mi? a sebész, az levágja, ott van. Kész. Kész. <laughs> így van. Ennyi. <laughs> Október 19-én debütál egyébként a hulu úgyhogy szerintem 22-23. környékén a nagyobb Linux distro szájtokon már már biztosként lesz. Na, no, én ennek nagyon megörültem egyébként, mert ugye a House után Hugh Laurie azt mondta, hogy akkor ő most visszamegy a, 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 nagyfilmes világba, és akkor nem szeretne többet sorozatozni, és hát azért pár év eltelt azóta, és nem csak ez az egyetlen sorozat, amiben föl fog tűnni, hanem elindult menet közben egy mini sorozat, és Night Manager címmel, Igen. sokat még nem tudok róla mondani, mert nem néztem, csak elkezdtem nézni az első pár percét, de hogy abban pedig egy fegyverkereskedőt játszik Hugh Laurie. Úgyhogy mégiscsak vissza, visszakacsingatott a sorozatvilágba. Ja. Nem baj az egyáltalán, mert ezer arcú fickó, én nagyon régóta nagyon szeretem, mondjuk igaz, hogy én a régebbi munkáit arra vagyok nagyon rágyógyulva. Igen, Voltam, tudjuk, tudjuk. A Steven egy közös sorozatuk, a, egy kis Fry és Lóri magyarra lefordítva, azt hiszem Youtube-on vannak fön feliratos részek. Aki szereti a Monty Python-t, vagy azt a humor

Van még két rovatunk a videó és a kultúra. A videóban valaki belesettenkedett valamit, én akkor mondom a kultúrát. Ö, meghalt sajnos Kenny Baker is, és biztos nem tudjátok, hogy ki volt Kenny Baker, <laughs> így. Igen, De igen, hogyha igen. Igen. Annyit... igen összefutottam bele. Igen, igen. Tehát ha annyit mondok, hogy 1977 Star Wars d na ő volt az a az ember, törpe, ember, aki, aki Ditu jelmezében, vagy vagy hordójában mozgatta a gépet, úgyhogy ő volt Kenny Baker, aki eltávozott a héten, úgyhogy a kultúrába őt javasoltam. videóba én settenkedtem be, azt biztos párszor említettem már, hogy én úgy alszom el esteinként, hogy youtube -os. Agymenéseket nézek. És uh, uh, szégyen, nem szégyen, én most találtam rá erre a, az emberre. Lukács Bélának hívják, uh, uh, fizikus, és uh, egy hihetetlen uh, koponyát. Tud? az a karakter, akiről így nézed, és nem tudod eldönteni, hogy ez most zseni vagy elmebeteg. De biztos, hogy nem elmebeteg, mert, mert iszonyú értelmes és érdekes dolgokat mond a Friderikus szal van egy, volt egy nagyon hosszú sorozata, de rengeteg videó előadása van fönn a neten, és egy élmény hallgatni meg, ahogy sziporkázik a, az emberiség eredetétől a meteórok összetételén keresztül a, a fekete lyukak fizikájáig, szóval egy, egy <laughs> és amikor kiejtetted, hogy fekete lyukak fizikájáig, jobb oldalon néztem a sávot, dr. Lukács Béla hogyan működnek a nők <laughs> igen, tehát annyira de, de ezt a hogyan működnek a nők című előadását valamelyik nap hallgattam végig, és a fickó, tehát ez mind, olyan, mintha mindent tudna, pedig hát biztos hogy nem csak készül az előadásaira Fifika Mindent, mindent is. Is. Egyébként, aki azt gondolja, hogy hosszú a podcastünk, a hogyan működnek a nők 3 óra 44 <gül> perc. <gül> igen, 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 igen. De, de, de ott, ott azért a, a, a mit tudom is, én a magfizikát is érinti ebben, ebben a dologban, érted? de, de zseniális. Tehát én ajánlom mindenkinek egyébként, aki szereti ezt a fajta a tudományos ismeretterjesztő műfajt, hogy hogy pillantson rá erre az emberre, mert, mert hihetetlen kvalitásai vannak. Ennyi. Jó, fiúkák, akkor van, amit nem érintettünk? Há, van, ami a next, van, Van, mi, van de azt a jövő hétre van. hagyjuk akkor. Jövő hét, jövő hét. Krisztián, mikor lesz a pör? Szeptember 15. Jó, megnyugodtam, mikor először greppeltem a 15-re, mondom, az 17 van, de jó van, mert az... Ja igen, mert az utazás után... Blackie 19-11 között nem ugrasz, át Londonba? Ki ugrunk egy kicsit? Péntek-szombat, vasárnap, segítek. Hát akkor nem. Jaj, itt tudod... Bármi más mondtam volna egyébként, azt mondom, hogy persze, oh, akkor megyek. Nem, 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 egyébként egyébként semmiképp, de péntek-szombat az a legdurvább. Tehát akkor mondom, vasárnap is. Jó van, nem akarod, hagyjuk, hagyjuk. Mindegy, tudom, nálatok durva az a hetes körforgalomot ahol te vagy. Mindig elfelejtem, hogy hol vagy. Hol Tilda Swindonba. Bristol, ja. Swindon, Twisted, mit tudom is én, Klepton. Anya, a kínja könnyű megjegyezni. Tilda Swindon, milyen disznófalva? Hát Swindon, mert Swine Town, onnan jött a Swindon. Igen. valamikor egy disznótenyésztő tenyésztő környék volt, hát olyanok is. Ezért szokott le Blacky a hagyományos cigarettáról, mert Swindon olyan, hogyha ledobod a földre a csikket és erősebben taposod el, akkor kifordul egy disznó. <laughs> Ezért van ebben a városban olyan, hogy pork kebab. Jézus Mária. Az nem. Egyébként ugye ez egy halál kaja kéne, hogy legyen. Igen, de... Igen, igen, de igen, igen, de... Igen, 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 De itt van pork kebab. Hát, ez Ezzel tartják távol mújót maguktól. Tudán. Nem bírt, nem jártam még Ez olyan ért az itt a darált disznó húsos matesz. Hát, hát, ja, úristen. Tudod. Zseniális. Ha! Ha, jó van fiúk, túl vagyunk a 2.8-on, ezt úgyse fogom tudni kettő alá vágni, úgyhogy, úgy, tegyük el magunkat holnapra. Én mindenkinek köszönöm, hogy a hallgatók végighallgattak bennünket, mi pedig négyen jót diskuráltunk, meglehetősen jó volt a hangulat is, úgyhogy... Végre megint egy plekisodás. Igen, végre megint egy Blacky-s adás, most hetekig hallgathatjuk majd, hogy mikor lesz ma megint Blacky, mikor lesz ma megint Blacky. Blacky dolgozik, gyerekek. Szevasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok!